Sziasztok, kedves emberek, én Bálna vagyok, és ez a kollaboros műsornak a folytatása. Ha még nem láttad az első részt, vagy a kibeszélős dolgot, ahol Simon Petivel és Lalával dumáltunk az első és hát a második rész, hogy az egész forgatása kapcsolatban, akkor nézd meg, ott lesznek a linkek a leírásban. Ebben a nagyon hosszú videóban pedig hárman végig dumáljuk a teljes második adást, és egyébként a streamben, az élőadás közben megjelent Bálint is, aki ugye a szakértő volt a műsorban, a Mitótól, és ott volt a Telekomnak is a képviselője, Enikő. Szóval ez egy nagyon izgalmas, érdekes adás volt, nagyon sokat és sokan beszélgettünk erről a témáról. Nekem volt millió kérdésem, még egy csomó szerintem megválaszolatlan azóta is valamennyire. Minden esetre tudom szívből ajánlani azoknak ezt az adást, akit az első érdekelt. Hogyha az elsőt esetleg nem láttad, akkor itt is lesz egy rövid összefoglaló az elején majd. Nekem nagyon sok szempontból volt érdekes vizsgálódni ebben a témában, és remélem, hogy az érdeklődésem az úgy végig látszik az adás során. Szóval, hogyha felkészültetek, akkor nagyon szívesen tudom nektek ezt ajánlani, érdemes képpel nézni, de hogyha valaki csak hallgatja, szerintem akkor is hall valami izgalmasat. Szóval, jó nézést nektek, embik! Bár, te súlytalan fasz vagy! Sziasztok, aki most érkezett, itt a 20 perces technikai szenvedésem után végre meg tudjuk együtt nézni Lalával és Simon Petivel a Kollabor Influencer verseny második részét, amiben véletőleg ki fog derülni, hogy ki az, aki elviszi a fődíjat, és megtudjuk majd itt a titkos részleteket is közben, úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek nagyon kellemes időtöltést. Ez itt a Kollabor, ahol feltörekvő influencereket hozunk össze a legnagyobb márkákkal, és megmutatjuk, mi van a hashtag reklám mögött. Minden adásban új márka és hat új kreator érkezik, de mindig csak egy nyertes lehet. A Tét egy 1 millió forintos márka együttműködés, ami tényleg megvalósul. A márkát a döntésben Viszperton, König Anna, Szirmai Gergő és Hadacs Bálint segíti. Az első adásban a Telekom kollaborációjáért kezdte meg a versenyt 6 feltörekvő kreátor. 2 óra alatt mintavideót kellett készíteniük, míg a márkát képviselő Czabányi Enikő és a segítői első benyomást szereztek róluk. Ezek alapján kellett kiválasztaniuk a Telekom Sports kampányhoz szerintük legjobban passzoló 3 tartalomgyártót. Legutóbb az eredményhirdetésnél tartottunk. Amúgy ez tök jó, ez a recap, ez az összefoglaló, ez most mindenkit reméltek helyre rakott itt a cseten is, meg mindenhol, úgyhogy igazából pontosan onnan folytatjuk, ahol az előző véget ért. Ami az volt, hogy Peti már tovább jutott, és a... névre már nem emlékszem, a tesi tanárnő azt hiszem, hogy ő esett ki. Igen. Ugye? Az első... első kiválasztásnál, oké. Okay. Annusi tanárnő kiesett a versenyből, de Simonfi Peti mondják, biztosan pitcherheti az ötletét az 1 millió forintos együttműködés. Ezt titeket nem zavart, hogy ezt a pitch szót használják? Hogy ennyire szakmai zsargonnal? Ott tanultam meg, hogy mi ez a pitch. Na hát, én is. Cool. Én is. Nem tudom, hogy ez a prezentációtól miben különbözik, de... Ez annyi sales prezentáció. Modern. Aha. Nagyon. Hát, igen. És ugye igazából ez a műsor során nincs megmagyarázva. Itt tőlem is sokan kérdezték a cseten, beszélgettünk erről, hogy vajon miért ezt a nyelvezetet kell használni, hogyha pont az lenne a lényeg, hogy minél szélesebb körben megmutassuk ezt az egész folyamatot. Jó lett volna esetleg csak egy kis apró kritika, mondjuk oldalt alul kiírni, hogy pitch, ezt jelenti, vagy valahol máshol. A mindegy. Ödésért. 4 tartalomgyártó még várakozik az eredményre. Vajon Anya ki van Nóri, vagy Gábor és Judit párosok kapja a következő lehetőséget? Anya ki van Nóri. Az, aki tovább jön velünk a következő adásba, és lehetősége lesz pitchelni a Telekom számára, az nem más, mint... Mondjak egy tippet. Itt az óriási. Én azt gondolom, hogy a Anya ki van jobb videót készített, és az elvileg az zsűri alapján az nem szólt mellette, hogy ő nagyon egyféle közönségre lő, illetve nem tudom, hogy a zsűrinek nem volt ő nagy kedvence, inkább az ingatlanosokat szerették. Judit, de remélem, hogy jutott. Wow, beszéljük. Wow. Big surprise. Hoppá. Wow. Oké. Okay. Szóval nálam például ő volt az, aki akivel a legjobban lehetne szerintem célzottan üzenetet közvetíteni, és valószínűleg valamennyire konzisztens is marad a tartalmával, de úgy látszik, hogy valaminek nem felelt meg. Pedig szerintem ő apai tanyait beleadott. Igen, szerintem az ő videója lett egyébként a legjobb. Tehát, ezt gondolom. Igen, kicsit túltolta amúgy a végén, hogy enélkül. Jó, most az üzenet, de hogyha végignézzük azt, hogy
Tehát, hogy magát az ötletet is, amit belerakott, az is tök jó volt. Illetve az, hogy mennyi munkát bele, tehát hány helyszín volt, hány embert vont bele, tényleg leküzdötte azt, nem tudom, hogy mennyire közvetlen egyébként így a hétköznapokban, de leküzdötte azt, hogy most akkor idegen emberekkel kell ott együttműködni, meg beállt oda a sor elejére, megdumálta ugye ott a kiszolgálókkal, vagy nem tudom, ott a személyzette, hogy akkor most csak ezt az egyenletet felvesszük, és nem tudom, tehát hogy én erre például nem lettem volna képes, meg szerintem nem sokan így a versenyzők közül. Hasonlóképpen látom, Lala. Igen, meg szerintem Nori pont az az ember, pont az a személyiség, aki baromi jól tud teljesíteni egy ilyen helyzetben. És ez szerintem nagyon látszott, Nori. Hát mindegy, nyilván valakit kellett választani, valakinek kellett esélyt adni arra, hogy akár következő körre bizonyítson, de azok alapján, a videók alapján, amiket láttunk, én őket nem annyira tudtam. Hát én nagyon kínosnak éreztem, nagyon amatőrnek éreztem a produkciót, én ezt vállalom mai napig. Nyilván akkor most akkor gondolom te jössz, meg a Zsombor. Ez nagyon jó az a vastúja. Köszönöm. Nóri, kérlek ne menj ki, mert téged nagyon szerettünk, tényleg tetszett nagyon a tartalmad. Csak nem téged választottunk, de nagyon jó voltál. De valakit kellett választanunk, Nóri. Hoztál, és a profilod is nagyon meggyőző volt számunkra. Indult egy kifejezetten családoknak és anyukáknak szóló oldalunk, Hello Szülő, és téged arra a projektre szeretnénk így elvinni magunkkal. Ezt majd később fogjuk majd Akkor ez egy érvnek úgymond meg is teszi, hogy... Igen, én ezt már is felejtettem, hogy ő is kapott együttműködést, tehát, hogy... Igen, tényleg. Soron kívül. Nem tudom, mit gondoljak erről, mert ugye ilyet is bárki kaphatna, csak ők úgy gondolták, hogy akkor ez a target group, ez nagyon jó, ezt tartsuk meg. Igen, meg azért szerintem így próbált Enikő is díjazni azt, hogy azért tényleg nagyon jó lett a videó. Tehát az is, hogy ezért nem jutott tovább, mert amúgy bevillan neki, hogy van ez akkor ez a nem tudom már mi volt a neve ennek a családi programnak, de hogy ez is benne lehet, nem tudom, mert ugye, tehát hogy a színfalak mögé mi nem nagyon látunk be, hogy akkor most hogyan születnek a döntések. Egy dolog volt, amiről tudtunk, az pedig az, hogy a Telekomé a döntés, és Enikőé a döntés. Tehát, hogy itt nem az van, hogy szavaznak, meg közösen, tehát nyilván tanácsot adnak, de Enikő mondja ki azt, hogy ki fog tovább jutni. Hát nyilván főfelel a, gondolom én, a kivitelezésért. Itt írja a Telekom.hu account, hogy már is kezdődött vele az együttműködés. Na, egyébként lehet, hogy majd azt is csekkoljuk majd itt esetleg a jövőben. Jó, hát akkor let's move on. Akkor most távozok. Igen, most a Telekom Sportos kampány keretében belül nem tudunk magunkkal vinni, de majd a Hello Szülőt megbeszéljük. Szép a megfogalmazás. Köszönöm szépen. Sziasztok. Köszönjük. Sziasztok. Hát, a két embert, aki még itt van, Lalu és Zsombor, szerintem itt szintén volt egy nagy tanakodás, harc és nagyon nagy gondolkodás. Mindenhol éreztünk egy kicsi jót, kicsit kevésbé jót, hogy annak ellenére, hogy nem tudunk semmilyen számokat, nem tudunk követő számokat, így mindenki egy kicsit... Hát azért... Jó, tegyük fel, hogy a zsűri nem nézhette meg a telefonján azt, hogy követő számokat. Tudod, hogy most itt igazából egy összetett képlet van a döntésben, de ők úgymond nem tudják ezeket az adatokat mellé rendelni, úgyhogy most akkor a kreatív alapján kell dönteni, és akkor az ingatlanosok videója annyira tetszett nekik, de nem volt ez igazából a zsűri vélemény alapján kimondható. Igen, szerintem, tehát hogy is mondjam, egyébként TikTokon, mert ugye ez egy TikTok verseny, nem számít a követőszám, ezt mindenki tudja, tehát hogy itt most inkább tényleg az a kérdés, hogy ki mennyire ismeri a platformot, tehát kaptak versenyzőnként 3 videót, és az alapján be kell lőniük, hogy akkor ez most mennyit érhet, így megtekintés szempontjából, meg reakciók szempontjából. És akkor ez a bájos ügyetlenkedés, az igazából lehet egy pozitívum is. Simán lehet. Tehát, hogy jó. Most hülye példa lesz, de van egy ilyen bűvész srác, aki borzasztó bűvész mutatványokat csinál, mert látod, hogy nem tudom, hogy úgy veszi ki a pingponglabdát a pénz mögül, hogy látod, hogy ki nyújtja a kamerából, és úgy veszi ki. Önközönsége van. Hogy... Csak az lehet, hogy az tudatos, nem? Náluk viszont ez autentikusan bénázás. De lehet, hogy valami... Ez az Elek Zoli effektus. Igen. És akkor ezt a brand... Én borzasztóan sajnálom azt az embert, akkor itt ezt elmondom. A káve, vagy a sztori része az eléggé szomcsígem.
Hát az, hogy ő tényleg elhitte, hogy akkor ő most youtuber lesz, meg befut, meg nem tudom. Nem tudom, háttérben ment, hogy mennyire használták ki, de sokat mond az, hogy például a csatorna nevét a kezére tetováltatta. Uh-huh. És szerintem ez egy borzasztó szomorú történet. Mert most meg már nem nézik annyira. Néha mémelik TikTokon, de nem tudom, mi mehet a csatornáján, de biztos, hogy nincs akkora elérése. Hát ugye a fő probléma itt az volt, hogy az eredeti csatornát azt ő elvesztette, uh-huh. illetve hát újat kellett indítania, és akkor már ugye az addig megszerzett hátszél az teljesen eltűnt mögüle, és onnantól kezdve már csak vegetálni tudott, vagy tud, vagy nem tudom, ő mit csinál. Jó, folytassuk. Szívére is hallgatott, illetve rengeteg olyan érv felmerült mindenki mellett, ami miatt ez egy nagyon nehéz döntés volt. Pozitívval kezdve, akit szeretnénk, hogy elfoglalja a harmadik helyet. Jó, akkor én most mondok egy tippet. Ha a videók alapján kell dönteni, akkor szerintem a Zsombor az hozta, amit szokott, a saját karakterét, a saját stílusát, a néző számára elég autentikusat, te pedig hoztál egy valószínűleg a nézőid számára is nem annyira erős tartalmat, mint ami miatt mondjuk sokan követnek. Ezáltal, hogyha én lennék ott a zsűriben, akkor azt mondanám, hogy te ebben a helyzetben nem tudtál mit tudom, számunkra mondjuk a legoptimálisabb dolgot kihozni, de nagyon értékeljük a munkádat, tessék, kapsz majd egy lehetőséget, de én a Zsombort jutottam volna tovább, mert úgy éreztem, ha csak ez alapján kell megmondanom, hogy én ott ülök és látok egy videót, akkor szerintem ő az, aki jobban hely tudott állni ebben a helyzetben. Te ezt hogy látod egyébként, vagy miként érzed? Nyilván most mindjárt kiderül, hogy a zsűri hogy gondolja. Persze, szerintem a Zsombornak a videója 100-szor jobb volt, mint az enyém egyébként. Oké, akkor ez helyre is tettük, Peti. Vagy hát, tartózkodsz? Nehéz most itt állást foglalni. Nyugodtan. De, hogy is mondjam. Nyilván, hogyha ha most objektíven gondolkodom, akkor igen, Zsombor jobb volt, de tehát tartalom típusból én azokat, tehát az olyan típusú videókat, amiket mondjuk Zsombor csinál, én azokat nagyon gyorsan tovább szoktam görgetni, hogyha egyszer bedob valamit. Meg ugyanez a helyzet onnal, tehát hogy így ismerem őket, meg tudom, hogy mit csinálnak, de nagyon, nagyon nem én vagyok a célközönségük. De egyébként Zsombor jobb volt sajnos. Bocsánat. Én is így gondolom, de kérj bocsánat. Jó, akkor nézzük meg, mi történt. Az Lalu, te leszel, mert szeretnénk, ha megmutatnád még egyszer, hogy mi van benned, és sajnos Zsombor, tőle most szeretnénk elbúcsúzni, de nagyon... Hát én azért vagyok meglepve, mert ugye amire én fel voltam készülve az, hogy a Zsombor az úgy jött ide be, hogy ő meg szeretné mutatni a Tonnak, hogy ő igazából több annál, mint aminek látszik, vagy aminek gondolják, és a Tom pedig végig azt a vonalat vitte, hogy ő tökre szereti az ilyen személyiséget, aki igazából vállalja önmagát, olyan dolgokról is mer beszélni, amiket esetleg mások tabuként kezelnek, és ezáltal egy ilyen értéket képvisel. Szóval itt most nekem nagyon furcsa az, hogy a döntés az mégsem ráesett, de lehet, hogy itt a szempont az nem is lesz elmondva, hogy mi volt a konkrét indoklás, vagy el lesz mondva? Ez hát szerintem az elején is megfogalmazták, hogy most nem csak a mint a videó alapján választanak, ugye. Uh-huh. Úgyhogy szerintem így az indoklásban ez is benn van, hogy azt is kell nézni, hogy mondjuk ki az, aki jobban beleillik abba. Csak érted, hogyha mondjuk azt vesszük, hogy ő be lett válogatva erre a versenyre, ahol eddig viszonylag jól helyt állt, tehát így nagy hibát nem hozott, vagy nem tudom, mit hozott fel a zsűri kritikaként, mégsem jut tovább, annak ellenére, hogy mondjuk a versenytárs az meg nem a legjobb, vagy nem azt hozta ki, amire meg számítottak, és mégis neked adnak újabb esélyt, őt pedig ugye hát akkor gondolom hazaküldik. Szóval nem nagyon értem a gondolatmenetet, hogy itt mi volt a döntő szempont. Itt nekünk is elég sok meglepetést okozott az egész. Főleg az, hogy amikor volt az előzetes értékelés, ugye Annát is, meg Anyakivant is, meg Zsombort is berakták leghátulra. Tehát ez is egy ilyen erős jelzés volt. Volt, hogy miért, vagy hogyan. Én nem tudom, nem tudom, hogy itt mi volt a logika őszintén. Várj, és végül azok jutottak akkor tovább, akik a legelső szűrésben, még a vakon szűrésben elő voltak. Igen, tehát ez nem változott. Nem változtatott a sorrend. A sorrend változott, tehát én helyettem a Lalával, de igazából ennyi.
Jó. Itt tényleg nagyon sok kérdés merül fel, de biztos vagyok benne, hogy akkor a végső szót valószínűleg a Márka mondhatta ki, tehát gondolom akkor az ő hátán megy tovább ez a buli. Most szépen köszönjük a munkádat. Én is szeretném megköszönni, én annyira örültem, hogy átjött nektek a humorom. Ez nekem nagyon jól esett tényleg egy ilyen profi emberektől, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Lala, ami a te projekted volt, az sajnos most egy nagyon nagy öngól volt, szóval hogy szerintem hallottad a visszajelzésünket is. Látunk benned valami igen, olyat, ami itt szeret... kapom a kritikát, nehogy ne aggódj. Várjuk ki a végét, ennek én is. Hogyha jobban kifejtenél és jobban kidolgoznál, hogy hosszú távon akár legyen belőle egy együttműködési lehetőség. A galambos poén pedig igen. Top tier volt. Azt szerintem is adta. De az nyilván az egy improvizált, rögtönzött, egy reflex volt, úgyhogy olyasmit nehéz így indukálni csak úgy, de... beletek. Igen. Az improvizációs készség 100% imádtam. Köszönöm. Imádtam. Igen. Exkluzív kedvezmények a mi? Colla Pro Foodoránál. Ja igen, hogy a Foodora igen, ugye ő... Igen, mert a Foodora volt egyébként, ez nem titok szerintem, tehát a Foodora és a Samsung voltak a műsor szponzorai. Viszont hozzátenném, hogy nem a Samsung miatt vagyok ebben a műsorban, tehát vagy nem amiatt kerültem be, mert ott a Samsung. A legékesebb példája ennek, tehát nyilván gondolom azért ők is átfutották a versenyzőket, de azért van ismerősöm a Samsungnal, aki eljött a forgatásra, és azt hitt, hogy stábtagként vagyok ott, és mondtam, hogy nem versenyzek, és mondtam, mi? Ezt nem is tudtam. Tök jó. Ja, ebédnél vele beszélgettem, Dórának hívják. Uh-huh. Ja, Dóra! Hát, wow! Ez is nagyon érdekes elem nekem. Nem tudom, hogy egy Dóráról beszélünk, de mindegy, ezt majd beszéljük. Ja, jó, oké, akkor semmi. Szóval egy olyan műsorban, ami arról szól, hogy influencerek azért versenyeznek, hogy egy reklámot megcsinálhassanak egy cégnek, aki egyébként reklámtevékenységet folytat, abba a tartalomba, ami arról szól, hogy egy reklámért versenyeznek, beépít egy olyan reklámot, ami hát úgymond szinkronban van ezzel, de ez már a reklám reklámjában a reklám effektus egy picit. Ezt csak így megjegyezném mellékesen, ez hogy nem a tudom, hogy... Hát ez kb. Az. Persze igényesen van megcsinálva, de nem tudom. Az én agyamnak ez már sok, hogy ennyi mindenre is figyeljek. Nem tudom, hogy ez mennyire lett profitábilis ez a kuponkód, de nyilván ezt nem fogjuk hát megtudni. Szerintem ez így lett megbeszélve, szóval, ja. Hogyha valaki támogat valamit, akkor azért szeret megjelenni, és a Samsungnak egyszerű volt, mert odaadta az eszközöket, és hogyne? Ott voltak a videón. Hogyne? Tehát, hogy... Hát a Foodora is megjelentett volna másként, de úgy látszik, amúgy hogy igen, tehát nem. Hogy nem tudom, lehet, hogy elegánsabb lett volna, ha felveszik az ebédszünetet, és akkor ott megjelennek a táskákkal. Igen. Paca a négyzeten kérdezi, hogy hirdetésként Zsombor állt helyt, de biztos, hogy olyan tartalmat szerettek volna, ami ennyire hirdetés? Hát valószínűleg nem. Azt tudom mondani, hogy én is tovább jutottam, pedig az enyém aztán a hirdetés volt. Uh-huh. Igen. De mondj csak bocsánat. Ja, én nem akartam mást. Jó, akkor már te. Igen, nem tényleg. Sziasztok. Nagyon szépen. Nektek meg kéz és lábtörés, szó szerint. Szia! Imádom. Gratulálunk még egyszer nektek. Nagyon várom, hogy milyen pitch-el fogtok jönni. Itt most egyébként a nézők nem látják, de egy coworking space-nek a lokációja, vagy nem is tudom, ilyen kis szalag címe jött föl, itt pont mögöttünk látható. Ez ahol lezajlott ez a igen, műsor? Igen, ez a Create 26, ez volt a... Hát volt akkor a gondolom őket is fel kellett tüntetni. Okay. A következő meetingen, továbbra is a Telekom. Meetingen. Látod, én ebből érzem ezt a korporát szagot, hogy néha nagyon-nagyon ügyesen, tehát sőt, nagyon ügyesen kommunikál Enikő. Enikő, igen. Igen, de közben meg úgy beszél, mint egy nagyon hivatalos eszmecsere során üzleti partnerekkel. Szóval ez a kettő van összemosva. Amiatt nem hülyeség ez, mert egyébként meg kell tanulnod tartalomgyártóként, hogy is mondjam, helytelni meetingeken. Tehát, hogy én most attól igen, de ez egy műsor. Igen, de tehát ezt is érdemes megmutatni, mert attól eltekintve, hogy van mögöttem ügynökség, attól eltekintve én szeretek ott lenni egy-egy meetingen, meg tök jó. Tök jó, hogyha én is beszéltek a márkával. Az a legrosszabb, amikor leválasztják a tartalomgyártót a márkától,
és akkor mm-hmm. egy ügynökség közvetít, mert ott mindig valami elcsúszik, és akkor már nem úgy működik. Akkor a szakmaiság, ez lehet, hogy egy ilyen eleme ennek a műsornak, ami tudatosan van beépítve valamennyire. Uh-huh. Abszolút. Meg hát Enikő képviseli a Telekomot, a Telekom ugye egy elég nagy cég, szóval neki szerintem úgymond nem az, hogy kötelessége ilyen szavakat használni, de az, hogy egy ekkora céget képviselsz egy műsorban, szerintem ez professzionálisan kell viselkedni. Jó, oké, rendben. Protokollnak megfelelően, bocsánat. Uh-huh. Spotsnak a népszerűsítése lesz a feladatotok. Vagy ha programokról van szó, akkor nyilván tudjátok ti is, hogy tavasszal nyílik ki a város. Emiatt egy áprilistól júniusig tartó időszakra szeretnénk valamelyikőtökkel majd együttműködni. Szeretnénk, hogyha bevonnátok a követőiteket, kitalálnátok egy olyan aktivizáló ötletet, ami egy kicsit kreatívabb megoldás. Továbbra is az a célunk, hogyha valaki kikapcsolódási lehetőséget keres, vagy programot, akkor azt a Telekom Spots felületén tegye meg, és nem más felületet használjon ehhez. Hiszen, hogyha valaki nem követi a Telekom Spotsot, akkor nyilván lemarad a legjobb programok. Várjál, akkor ez szimplán branding? Nem kell landing page-re irányítani, letöltés generálni, kuponkódot aktiváltatni, csak úgy önmagában népszerűsíteni? Igen, ez benne van, ezt nem tudom, hogy mérik. Igen. Tehát, hogy most inkább a nézőknek mondom, hogy általában, hogyha ilyen együttműködésről van szó, mondjuk, hogy honlapra kell irányítani, akkor azért olyan linkeket szoktak adni nekünk, ahol tudják nézni a forgalmat, hogy hányan kattintottak rá. Uh-huh. De egyébként a Spotsnak van weboldala, tehát hogy nem kizárt, hogy ez majd így fog lezajlani. Csak ugye a TikTokot mondják, mint platformot, azért ott nem tudsz linket elhelyezni sehová, maximum a profilodba, de azt arra senki nem fog rákattintani. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy oldják meg, ez majd kiderül. A kuponkódot nagyszerűen tudsz, viszont. Azt igen, persze, de hogy a kuponkód itt, az itt meg... Itt nincs vásárlás, érdekes. Gondolom. Igen, tehát nincs tranzakció a Spotson belül. Programajánló, igen. Uh-huh. De meg szerintem inkább az appnak a népszerűsítése volt itt a lényeg, amit inkább, tehát inkább appokat használunk most már, mint rendes weboldalt. Igen, csak hogy ugye, hogy profinak akar tűnni az egész, mégis ugye a cél tekintetében meg elég ilyen absztrakt mérést látom, hogy használat ösztönzése. Tehát, hogy... Uh-huh. Hogy ugye most ezt miben mérjük akkor, hogy minél többen nézték meg a videót, valószínűleg annál jobb lett a Spotsnak a hatása, az elérése, vagy a letöltése, vagy... Tehát, vagy lehet, hogy dátumot néznek, hogyha kikerült az első videó, akkor mondjuk hány új letöltés volt. Uh-huh. Ez elég soft. Soft approach, igen, de ha már így... pont erről szól a pitch majd, hogy azért erre lehet ötleteket hozni, hogy akkor hogyan visszat nézőket. Tehát, hogy erre ki akartam térni, hogy én nagyon ritkán tapasztaltam, én 10 éve dolgozom marketing területen, nem mint filmes, hanem mint úgymond szervező, de hát rendezek is, én is reklámokat, videókat, stb. És én nagyon kevésszer találkoztam azzal, hogy fentről egy olyan utasítás jön, hogy az influencer mondja meg, hogy minek kéne történnie. Mi csak elmondjuk, hogy van egy célunk, és akkor ő megtalálja ki hozzá az egészet. Tehát inkább azt szoktuk látni, lehet, hogy azok kisebb márkák, vagy inkább az internetes márkák, akik kevésbé állnak közel az emberekhez, hogy van egy brief, amiben le van írva a szöveg, az összes selling point, és akkor ezeket kell kommunikálnod, de nyilván rád bízzuk, hogy mit költesz még hozzá, meg, de hogy ennyi százalékba te legyél benne, itt van a kulcsmondat, ezt tedd ide, tedd oda. Ez viszont egy sokkal szabadabb felfogás, ami nem jellemző annyira a piac működésére. Igen. De amúgy szerintem abból a szempontból meg formabontó a műsornak a formátuma, hogy ez tényleg nem így működik, de mi lenne, hogyha egyszer így működne, és akkor mit tudnának kihozni ebből az influencerek? Szóval, hogy nézzük ezt egy kicsit másik nézőpontból is, hogy egy influencer ért a marketinghez? Ő tud stratégiát felépíteni vajon? És akkor itt kiderül majd a pitcheknél, hogy ki mennyire alkalmas rá, vagy ki mennyire tudja ezt kamatoztatni, igen. Aha. Fú, ez nagyon érdekes, mert én itt pont arra reflektáltam még az első reakciómban, hogyha mondjuk megkéred a pápai Jocit, vagy csak mondok olyan embert, aki általában egyszerűbb dolgokat kommunikál, egyszerűbb módokon, és lehet, hogy egyszerűbb érzületű közönségnek. Ott igazából én azt láttam, hogy a legtöbb együttműködés az ilyen sablon együttműködés, amit ugye sokan megcsinálnak, és a kampány része. Itt viszont nem az volt a szempont, hogy mindenki
kommunikálja ezt, hanem hogy mindenki dolgozza fel az információkat, és abból a saját magára szabható legautentikusabb mértékben fejezze ki videós formában. És tehát ez például nem jellemző arra, amit az emberek meglátnak, hogy hogyha mindenki ekkora szabad teret kapna, akkor nyilván nem az lenne minden Kulcseredina, meg Berki Mazsi, meg GVM, meg akármi reklámspot, hogy még a copy, meg mi az a caption, mi az magyarul, a szövege a Instagram posztoknak is ugyanaz. Jó, de bár azt ne felejtsük el, hogy nagyon sok cégnél 50 éves, 40-50 éves marketinges nénik ülnek, akik, én is kaptam egyébként már olyan briefet egy elég nagy márkától, hogy csináljak egy kóstolós videót, ami 2014 óta egyáltalán nem volt népszerű, szóval így érted. Szóval nagyon nehéz ezt így. Hogyha arra építed a tartalmadat, akkor az népszerű tud maradni, de nyilván, hogyha egy ilyet betolsz, ki tudja, mi fog történni. Uh-huh. De hogy... De alapvetően ez a formátum annyira szerintem már így nagyon nem menne akkor se, szerintem. Mindegy. Itt meg a másik szempont az az, hogy oké, akkor most ez attól lesz sikeres, hogy itt szabad kezet adunk? Mert például, hogyha a szixos dolgokba belegondolunk, meg amit a Hellcafé-val is csináltak, hogy célzottan csak egy üzenetet akarnak átadni, hogy az aszpartám rákeltő. Például. Vagy a másiknál, hogy a Hell Ice Coffee az amivel minden, az a kedvenc ízem. Ez a legjobb dolog, ami történhet reggel, hogy megiszok egy ilyen cuccot. És minden ugyanezt köszönt vissza, és maga a fő üzenet jobban átment a társadalmon, sokkal többet hallottad vissza, még hogyha valaki cikiszte is, akkor is jobban megtapadta a társadalmon. És ilyen hát, szempontból figyelj. Meg sikeresnek tekinthető akkor, hogyha ez volt a cél. Igen, de ezt ugye értettem már az About You is. Tehát, hogy én például ebből nem vásárolok onnan, mert amit műveltek, az annyira idegesítő volt, hogy nem. Tehát, hogy sajnálom, de nem. De hogy is mondjam? Tehát, hogy itt tényleg cége válogatja. Most ez amiatt érdekes, mert ugye itt egy versenyző tudja elvinni az együttműködést. Uh-huh. Mert egyébként az tudna működni, hogy akkor legyen nagyon sok influencer, és akkor mindenki más feladatot kap, és akkor meg tudják nézni, hogy melyik fog működni. De alapból ezt így lehet csak elvárni, hogyha tényleg az a cél, hogy az ismertséget növeljük. Akkor, persze. Hogyha egy influencert kiválasztasz, aki csinál 3 hónapon keresztül X mennyiségű videót, akkor az nagyon erősen megszűröd azt a közönséget, amiből egyébként még egy Telekom tudna sokkal persze, nagyobbat meríteni. Igen, de nem tudjuk, hogy hány, lehet, hogy majd műsoron kívül is hívnak be még majd valakit, vagy influencereket, hogy hirdessenek. A másik meg az, hogy ne felejtsük el, hogy azért ez a műsor is egy hirdetés. Tehát, hogy most azért, nem tudom, hányan nézték meg az első részt, azért a Telekom Spots az nagyon sokszor elhangzik, tehát, hogy igazából ez is egy tök jó ötleti marketing szempontból. Uh-huh. Jó, oké. Nézzük akkor tovább. Ne feledjétek. De várj, csináljuk azt, hogy most megnézzünk egy nagyobb szegmást, és akkor majd utána reagálunk rá, jó? Okay. Jó forint értékű együttműködés a tét. Még plusz cél lehet számotokra, hogy bekerülhettek a saját tartalomgyártó csapatunkba is, és a Telekom saját tartalomgyártójává válhattok. Úgyhogy sok sikert nektek, és találkozunk a következő meetingen. Hajra, jó lesz! Köszönjük szépen! Köszönjük! Ja, hogy most vagyunk még csak a főcímnél. Na, igen. Enikő briefje alapján a 3 továbbjutó kreátor otthon készült a pitchre. Egy egyedi ötlettel kellett visszatérniük a második meetingre. Hogyan tudnák saját magukra formálni a márka üzeneteit, és beépíteni... A Telekom kapott egy subgiftet Jihantertől. Mekkora troll. Köszönjük szépen, kedves tőled, drága uram. Építeni a tartalmaik közé a Telekom Spotsot. Mikor, hányszor, hol, és legfőképpen mit posztolnának 1 millió forintért? Mindenki egy rövid pitchben prezentálhatja ötletét Samsung eszközök segítségével. A márka és a segítői pedig mindent lejegyeznek, hogy utána feltessék kérdéseiket, és végül kiválaszthassák, kivel működjön együtt jövőre a Telekom. Elsőként Gábor és Judit pitchelnek. Érdekes, hogy itt az akkó lekerült közben. Egy kicsit váltottak a szetten. Én meg fölvettem egy inget, mert azért tehát láttam, hogy az első alkalommal ki hogyan öltözködött, és akkor
Hát én meg szokásos fekete póló és kényelmes nadrág kombót toltam. Szerintem úgy. Ja, látom, igen. Hajrá! Hajrá! Sziasztok! 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 Hello! Milyen jó a kis matchy outfit. Igen. Nagyon jó. Nagyon jó. Víg Judit és Varsányi Gábor, az ingatlan szakma, Korda Gyuria és Balázs Klária vagyunk. Ezt lehet, hogy... Várjál! Ezt mondták a zsűri tagok talán az előző műsorban? Én és nem, azért hivatkoztak így magukra? Tudom, Chat, segítsetek már, én mondtam, vagy a zsűri mondta? Mert erre emlékszem nekem határozottan. Nekem is ismerős. Szerintem a... Nem lehet, szerintem... hogy a Tom mondta, de nem biztos. De lehet, hogy a Tom mondta, igen. De nekem is rémlik valami. Szóval erős kezdés. Nézőre alkotunk egy párt, magánéletben is. Ennyi ide is foglalkozunk ingatlanokkal. Egy social media képzés alkalmával az előadó feltette a kérdést a tanulóknak, hogy kinek nincs Instagram fiókja. Többet magunkkal mi is jelentkeztünk, mire azt mondta az előadó, hogy a szünet után legyen. És lett, lett 2 éve Instagram fiókunk, és 1 éve TikTok fiókunk. Ami jelenleg a fő platformunk. És hogy miért a TikTok? Idén május óta kezdtünk el aktívan foglalkozni vele. 250%-kal nőtt a követőink száma. Hogy mennyivel? 250%. Csak most az nekem se tíz, tehát hogy mikortól, azt nem mondták, vagy hogy milyen időszak alatt, meg ugye... Ez egyből csinálni de, 251-et, vagy nem tudom. Igen, 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 tehát hogy ez emiatt most kicsit akkor most, tehát hogy tehát ez egy ügyes húzás, mert érted, tehát hogyha nagy szám, ha volt igen, már 100 000 követőd, akkor annak a 250%-a, vagy van, nem tudom, 500 követőd is, az szorzott fel ennyivel, az nem mindegy. De nekik azt hiszem megnéztük 8000 követőjük van TikTokon? Akkor viszont a műsor óta dupláztak, mert a műsor forgatásnál még csak 4000 volt. Uh-huh. Oké. Okay. Az amúgy nagyon durva. Bocs, ennyi. Ja, szerintem is, hát mármint, hogy jó, mindegy, nem tudom, hogy ez mennyire fontos, igen, hogy ezzel egyáltalán foglalkozunk, de egyébként, amit még gyorsan megjegyzik, bocs, hogy a pitchben saját magadat is kellett prezentálni, hogy mennyire attraktív a te branded. Nem csak magára az ötletre felkészülni, hogy mit akarsz kommunikálni. Na, hát... igen, bocs, mondjad. De erről is beszélhetünk, tehát, hogy is mondjam, azért kértünk tanácsot, meg itt segített be mindenkinél így a, úgymond a személyi szerkesztője. Tehát, uh-huh. hogy én is szerettem volna nyilván többet beszélni magamról is. Én mondjuk a prezi végére raktam, azt hiszem. Most az a baj, már nem emlékszem, hogy volt pontosan a prezentáció. De az a lényeg, hogy azért az ki volt adva, hogy próbálj meg minél többet arról beszélni, hogy mit fogsz csinálni, mert igazából elvileg ők ismernek téged. Mert megnézték a profilt, meg látták a videókat, szóval inkább az ötletről beszélj. Mert ők ilyen kicsit ilyen jokernek tűnnek, hogy így nincs veszíteni valójuk azzal, hogy most igazából ők csak profitálni tudnak ebből, persze, hogy megjelennek lehet, bárhol. Igen, lehet, hogy ez a tervük része volt, hogy akkor tudták, hogy a nézők is fogják ezt látni. Nézd ki. Lala, akartál valami? Nézzük. És az elmúlt 60 napban 1,2 millióan tekintették meg a videóinkat, és bizonyítottan, hogy nem csak a 10 éveseké a TikTok. A követőink 55%-a a 18 és a 33 éves korosztályból jön. Ezek kíváncsiak a mi tartalmainkra. Bocsánat, csak ugye nyilván így olvasni adatokat, ez ilyen amatőr hozzáállás, nagyon mehet. Vagy nem tudom, hogy valaki meg fogja kérdezni, és aki 12 éves, az minek fogja mondani magát. Uh-huh. Na, mindegy. Mi nem más kérdés, hogy ja, bocs, csak a demográfiát egyébként mindenhol bekérik, tehát, hogy pedig mindenki tudja, hogy kamu. Tehát én nem, szerintem nincs olyan oldal sehol, ahol nem a 18-24 a legtöbb. Mert, hát igen, persze. Mert mindig az a legtöbb, mert a gyerekek is felnőtt fiókot regisztrálnak be. Hogyne. Na mindegy, ennyi zárója. Ja. 20 éves tiktokkerek vagyunk. Be tudnánk hozni a valami mást is a Telekom Sportsba. Az elején említettük ugye a Korda Gyuriékat, nem csak az életkorukra utaltunk, hanem hogy visszatértek a közéletbe, és a 10 évesek is járnak a koncertjeikre. Bevonnánk a közösséget, megszavaztatnánk a saját platformunkon, hogy a Spotsból válasszanak egy lehetőséget, és oda mi elmennénk, amit megszavaztak, és bevideóznánk. Ez olyan körülbelül 2 hetente kitennénk a TikTokra valami videót.
közösséget szeretnénk építeni, ahol megosztják a véleményüket. A körülbelül nem hangzott jól. Ajánlják a megtekintett és jónak ítélt programokat. Akár kisebb csoportokban közösen élhetnék át ezeket az eseményeket, és legyen trendi a közösséghez tartozás. Hát ezek ilyen nagyon címszavas dolgok, igazából ilyen régies, bejáratott ötleteknek tűnhetnek, de semmiképpen sem formabontó vagy innovatív. Az, hogy nyilván van egy kis közösséged, és velük megszavaztatsz valamit, és mi van, hogyha ez egy tév irányba visz. Ezt én sokszor átéltem, de nyilván én régebb óta csinálom ezt, de gondolom, nem tudom nektek mi a tapasztalatotok, de nem tudom, hogy a zsűri mit mond, remélem, hogy azt, amit gondolok. Más TikTokerekkel, például idegenvezetőkkel közösen készítenénk tartalmakat, ráadásul a követőink zöme 95%-a Magyarországról van, és ennek 82%-a Budapestről. Annyit szeretnék jelzni, hogy az időtök végéhez érjünk, úgyhogy még az utolsó gondolatokat kérlek, fogalmazzátok meg. Idő. Igen, tehát, hogy ezt nem mondták el, szerintem, vagy... A videóban nem hangzott el. Szóval 3 perc volt, azt mondták, hogy 3 percbe bele kell férni a pitchnek, és igazából minket is meglepett, hogy ezt mennyire komolyan kezelték. Tehát ugye ők voltak az elsők, és tök durva volt, hogy akkor itt közbe fognak szólni, mert úgy szerintem mindenki az időn rúgózott. Nem tudom, hogy mit akartam mondani. És ebben mi a produktív, hogy 3 percet van elmondani, hogy mit tervezel hát, a kampányban? Tudod, ez ilyen, tehát, hogy a... Hogy is mondjam, a beleférjen a videóba is? Hát, meg nem is csak szerintem az is. Csak tudod, hogyha nem tudsz meggyőzni 1 perc alatt, akkor ne is mondd. Hát igen, a pitch az ugye gyakorlatilag ez az elevator pitchből jön, hogy 1 perc alatt, amikor a lifttel elmentek, akkor valakit meggyőzöl valamiről. Uh-huh. De itt ebben a helyzetben lehet, hogy inkább dekonstruktív, mert nem lehet kibontani egy hosszabb gondolatot, egy látásmódot olyan könnyen hát megmutatni. Abból a szempontból ki lehet bontani, hogy miután elmondtad a mondandódat, utána elindul, majd látni a beszélgetés, fogjátok egy ilyen kérdezfelelek. Tehát, hogy... Jó, oké, az még talán javíthat ezen. Köszönjük, hogy meghallgattam, hogy sajnálhatjuk a szerződést. Amiről itt van szó, az hogyan fér meg a csatornátoknak a tematikájával? Vagy hogy látjátok, hogy illeszthető bele a telekom? Ahány fajta lakás, annyi fajta korosztály, hiszen aki első lakást vesz, az abszolút fiatal. Azok a kicsi lakások, azok a 30 négyzetméter körüli ingatlanok, amik mondjuk galériázottak, az megint csak egy fiatal célcsoport, oda nem a szenior korosztály fog fölmászni szunyálni este. Jogos. Nem értettem, mi az összefüggés a válasz és a kérdés között. Igazából nem tudom, most próbálják elmondani a zsűrinek azt, hogy miért érnek el sokféle ember, csak most nagyon leragadtak itt a garzon lakásoknál, meg a fiataloknál. Nem véletlenül, mert ugye tehát, hogy Enikő elmondta, hogy a fiatal felnőtteket célozzák most a spotszal. Mert én is most költöztem. Igen, és bocs, még egy dolog, azt elfelejtettem, de nekünk el lett mondva, hogy egyébként a spot jelenleg, ha jól tudom, még mindig csak Budapesten működik, de emiatt mondták az adatoknál, hogy ja, értem, ez egy megerősítés. Budapesti. Aha, értem, így más témmel. És ilyen tartalmakat böngésztem és kerestem, úgyhogy szerintem erre tényleg van kereslet. Általában mi 6 napot posztolunk, a TikTokról beszélek főleg, és úgy szoktuk csinálni, hogy annak függvényében, hogy mennyi ingatlanunk van, mennyi új ingatlanunk van, illetve az ingatlan piac hogy változik, annak függvényében körülbelül ilyen 2 ingatlanos tartalmunk van. A többibe pedig igyekszünk ilyen nyugalmasabb vagy mozgalmasabb mondjuk hotel videókat beletenni. Mi kerületbemutatókat is csinálunk, ahol van ingatlanunk, miért ott vegyél? Abba belefér nagyon sok, hiszen programokat is éttermeket és minden egyebet ajánlunk. Is szeretnénk ajánlani, és erre lesz segítség. Mi nekünk van egy nagyon kedves fiatal segítőnk, aki a trendekben segít nekünk. Lebuktunk. Ez abszolút jó. Az ötletek azok tőletek jönnek? Tehát a mi ötleteinket átültetjük fogyaszthatóvá, mert elég vad ötleteink vannak, és mondtam, ezt azért mégse. Abban segít leginkább minket, hogy figyelj, azért ez már nem annyira trendi, ugyanis inspirálódunk is a TikTokról, nagyon sokat pörgetünk a TikTokon, és nagyon sok mindent látunk. Viszont az, hogy mindig az aktuális trendekben ott legyünk, azért ez a munkánk mellett nem megy. Nekem ami nagyon tetszik, hogy nem féltek elrugaszkodni egy megszokott formátumtól. Mondtátok, hogy a közönséget is beszeretnétek vonni például
hogy szavazzanak, mi legyen a következő program, amire elmentek, ami meg nagyon jó engagementet tud generálni, hogyha... Jaj, muszáj lenyomnom a space-t. Na, mi van benned? Hát oké. Oké, hogy tud generálni, de ki... Hogyha azzal próbálkozunk, hogy kiteszünk egy bejelentő videót, és szavazzatok, hogy hova menjünk a Telekom spotson belül, ahhoz ugye le kéne tölteniük az alkalmazást, hogy valahogy tájékozódniuk kelljen. Az már több kör, az már egy csomó embert megakaszt így az legelején. Szóval, hogyha azt mondták volna, hogy kiválasztunk 3 helyet a Telekom spotsból, és azt szavaztatjuk meg, vagy én nem tudom, mit akartak, mert annyira nem derült ki. Lehet, hogy akkor... ezt akarták. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, hogy megadnak pár opciót, és akkor... Ugye kérdés itt az, hogy akkor ez hogy tereli az embereket a spot irányába. Hát, igen. Csak kommentek születnek. Hát és hogy mennyire reagálunk rájuk? Reagáljunk, mert az ugye pörgeti az algót, de hogy legyek, hogy maradjak meg a szerepemben. És ezt kiírjuk. És az algoritmus szó, az ki van írva. Ez... De a pitch az nincs. A pitch az nincs. Pedig az lehet, hogy kevésbé ismert fogalom, sőt. Most is van interakció köztetek? Igen, tehát igen, az a abszolút. Bázis, igen, hogy, ezt is hogy, tudatosan hogy csináljuk, tehát a tanultuk, hogy call to action. Először nem tudtuk, hogy ez pontosan okay. mit jelent. És ugye az első... Hazavihetlek titeket? Igen. És az első tartalmaink azok úgy mentek, hogy hát kitettünk valamit, és hajrá. De így nincs kommunikáció. Tehát, hogy ezt felépítjük, ezt is tudjuk, hogy kell. És nagyon adom, elnézést kék, én utána néztem, és nagyon adom, hogy függetlenül az usernévtől mindenkit magáztok kommentben, akkor is, hogyha úgy beigazítják, akkor is, hogyha leszólják, volt valaki, aki valamit rosszul mondott a videóba, és így tessék végignézni a videót, köszönjük! Hibátlan, ez a fajta elegancia és lekezelés, ez tökéletesen működik. Mi az a szám? Legalábbis Szirmainak nagyon tetszik. Paca, köszi szépen a Tier 1-es szubot. Nem akarom itt nagyon megakasztani a dolgot. Itt a beszélgetésben nagyon az jön, hogy mindenkinek tetszik, amit hallott. Akkor valószínűleg ezt is vagy a specialista, vagy a Telekom fogja kicsit felbolygatni. De nem tudom, ögen mi lesz. Az a megtekintés szám, amit biztosan biztosítani tudtok a márkának, és azt tudjátok mondani, hogy fixen el fogja érni egy adott tartalom. Hát ha nem a Telekom székházat kell eladnom, mert ugye az ingatlan videó, azokat ilyen 10 000, 15, 20, 30, attól függ, mondjuk egy Balaton ingatlan, egy Tisza kécske. De nem, hát most a spots meg események kapcsán, de nem, hogy az ingatlan, ez ingatlan. De hogyha én tartalmat gyártok, tehát szórakozásról, moziról és lufiról beszélek, standardben azok ilyen 30, 50, 60, tehát ez a tartomány. Innen is látjuk, hogy érdekli az embereket, és hogy jó vele foglalkoznunk. És ez TikTok, ugye? TikTok, igen. És Instagram? Hát, az nem nagyon tudom megmondani, mert felépítettük a TikTokot, és most megpróbáljuk ugyanezt megcsinálni, illetve nem megpróbáljuk, meg fogjuk csinálni. Tehát, hogyha ment a TikToknál, akkor ez miért nem menne az Instán is? Vezetem azt is, hogy naponta hogy változik a nézettség, a like és a hozzászólás. Hiszen abból látom azt, tehát értem, hogy van a statisztika, de nekem a kis kockás, a Samsung telefonomban tök jól ez belefér. Meg kellett jegyezni. És akkor ez tök jó lehet látni, hogy működik ez a dolog. És nagyon sok képzéssel járunk, többek között a TikToknál is csináltunk olyanokat, hogy magán a képzésen különböző kis ilyen közös videókat rögtön legyártottunk. És először ott voltunk, nem tudtuk, hogy mit kell csinálni, vagy miért vagyunk ott, vagy belmentünk, hallottunk róla. Bocsánat, én világosan szeretnék félbeszakítani, és anyukám is pont ennyire vehemensen tud témákról beszélni, és ja, ez a megkülönböztető, vagy nem tudom, nekem mindig fura ez a, hogy őket így kezelik a műsorban, hogy de hát idősek vagytok, nektek ez fura, nektek ez új, bármi, amit jól csináltok, az wow, az micsoda óriási nagy, nem is tudom, vívmány vagy pozitívum, de hogy ez ténylegesen ugye megkülönbözteti őket, de olyan nehéz ezt összehozni minden mással a műsorban, és a zsűri szereplésével is. Mert itt most érted, Radics Zsomborra gondolok például, hogy ő meg ezeket nyilván kisújból kemi. Hát úgyhogy nem is tudatosan, tehát hogy szerintem persze. A Zsombor generáció, vagy kicsit talán az enyém is, tehát az az erősségünk, hogy ez belülről jön is, mi nem tudom, nem nézünk statisztikákat, én se szoktam, tehát hogy csinálom, hát, amit szeretnék, meg nyilván az én statisztikám az, hogy hányan nézik meg nem tudom, hány like jön, de hogy most demográfiát nézzek, meg hogy melyik városból néznek, meg meddig nézték meg a videót, na, ezek idege hagynak. Tehát nagyon tudatosan kezelik ezt. Igen, de szerintem ez azért van, mert
mert tényleg így nagyon most kezdték el, és szerintem amennyire az ingatlan szakmának ők nagyon így a mi az a szó, szóval így nagyon, nagyon beleélik magukat, és nagyon jól csinálják, ezért van ez a másik dolog is, és ezt is ugyanakkor a profizmussal szeretnék, és nyilván azért, szerintem is azért járnak el ilyen képzésekre, ilyen, ahogy említették, ilyen social médiás képzésekre is, mert szeretnének ebbe fejlődni, és amúgy szerintem nagyon menő, hogy ezeket így mind tolják, szóval ebben szerintem így nincs semmi. Hát azért, mert fel akarnak zárkózni a, úgymond a, abszolút, hát nem azt mondom, hogy a minimumhoz. Abszolút, és nekik egyébként nagyon nehéz a nulláról elkezdeni, mert nekünk ezek nyilván ilyen alapdolgok, szerintem. Hát, igen, persze, csak ők ugye azzal tűnnek, vagy azzal győzik meg a zsűrit, vagy tűnnek kompetensnek, hogy ezeket így felmondják, vagy nem tudom. És akkor jaj, de cuki, jaj, ezért hadd vigyelek haza. Szóval nekem ez a cringe benne, hogy jó, oké, de akkor ez miért fog úgy működni? Tehát, hogy jobban arra hegyezném ki, hogy akkor mi lesz a videókban? Elmentek, és akkor ott ti lesztek? Mert végül is erre fut ki minden, hogy maga a tartalom mit fog előidézni, vagy mit fog előhozni. Itt kicsit kb. Körüljárjuk ezt a témát, de nem annyira céltudatosan. Az én véleményem szerint. Ezt teljesen megértem, és én... Ez te vagy? Vagy valaki a műsorban bocsolt? Ez a műsorban volt. Ja, oké, okay, igen. És ilyen vagyok. Csak hogy picit rátérve arra a konkrétumokra, amit említettetek, hogy 3 hét alatt szeretnétek felvezetni. Ugye 6 videót mondtatok körülbelül egy héten. Ebből akár 4 videó, az mind egy együttműködés. Hogy szerintetek a követőitek nem lenne visszás nekik, vagy nem furcsa egy kicsit? Tehát ezt felépítenénk. Először csak ilyen kisebb hinteket adnánk a Facebook, Insta és a TikTok sztorikban. Kevesebb app említés lenne, hanem egyszerűen csak egy ilyen szituációs videóban így megpörgetném, hogy hello, paci, gyere már egy kicsit. Meg kell jelenni egy hirdetés. Ups. Igen, már ez a probléma. Tehát, hogy ami gyakorlatban nekünk a hétköznapban tökre működik. Vagy ugyanúgy, amikor unokahúgokat viszünk bárhova, és vakarod a fejedet, hogy na most akkor mi legyen? Tehát honnan szedjek programot a gyereknek? Nagyon jó, hogy így gondolkoztok, és ennyire szeretnétek a brand kérésének eleget tenni, viszont van egy ilyen stigma a hirdetett videók mögött, hogy az influencer eladta a lelkét és társai. Szóval azért mondom csak nektek, hogy jók ezek az ilyen mini hintek, de szerintem inkább konkrétabb olyan videókat érdemes csinálni, amik jobban utalnak a brandre, mint sem így szétszórni apránként, és rengeteg hírt és a tartalmat posztolni. Amúgy Ton nagyon szigorú, de amúgy szerintem jogos, amiket mond. Meg nagyon ért hozzá. Igen, Tont én eddig csak a videóival láttam, és egészen durva, hogy mennyire tudatosan áll az egész dologhoz. Tehát, hogy... De a videóiban is nagyon tudatos, és szerintem nagyon kevesen vágnak úgy, mint ő. És nem tudom, a YouTube videóit is nézted, de ott is ugyanezt a lépést tartja. Ami nagyon kemény. Tehát ez a nincs megállás. Pörög végig. 10 hát, percig, ja. 20 percig. De működik, mint hát nem tudom, Mr. Beast a klasszikus példa. Tehát na ott aztán köst fel a gatyát, hogyha nem akarsz lefűzni, mert 2 pislantasz, és már lemaradtál valamiről. Igen, csak szerintem Ton, ő, tehát hogy én nem tudom, hogy van-e vágója, vagy ez a saját erőfeszítése, de feltételezem, hogy elég nagy köze van hozzá. Mr. Beastnél meg hát egy nagyobb dolgot érintünk ezzel, tehát egy nagyobb stávot, vagy egy nagyobb közösséget. De igaza van abban, amit mondott, gondolom, akkor erre is ki fognak térni. Hát nem véletlenül vannak ilyen számai. Igen. Szokták mondani, hogy az influencernek szerencséje van, meg jókor volt jó helyen, de ilyenkor látszik, hogy nem. Igen. Mi ezt úgy számogatunk olyan 36 posztban, tehát körülbelül rendszeres. Tehát mivel ez 3 hónapra ugye elosztva nyilván. Ez azt jelenti, hogy operatív nektek ez a mennyiségű tartalom legyártás, ez belefér az időszakba. Abszolút, tehát ez így kiteszi az összes időnket, úgyhogy belefér. Ugye nem kimaradt magunkról, hogy mi magunknak osztjuk be az időnket. Tehát, hogy ha kell, akkor szarásig toljuk. Ezt tudom elmondani. Mondtátok, hogy 36 posztot terveztek TikTokra. 3 hónap alatt 36 poszt. Sok, nagyon sok. Miért töltesz fel TikTokra? Nagyon ritkán. Én szerintem így 2 hetente egyszer amúgy. Gondolkoztok Insta... Közben Peti feje, én milyen gyakran töltök fel. Hát azért nehéz, mert nálam változik, tehát itt a műsorban is megkérdezték, egy nagyon pici spoiler lesz, és akkor én ott mondtam, hogy amúgy 2 naponta igyekszem, csak aztán, hogyha beesik mondjuk most egy költözés, vagy egy olyan munka, akkor nyilván megszakad ez az egész.
De amúgy én igyekszem tartani ezt a két-három napos feltöltést. Az elég wild. Azt láttam, hogy ez működik. Uh-huh. Hát mert ugye még anno a zsűri a legelején nem ezt kalkulálta, hanem biztos, hogyha te ilyen videókat csinálsz ilyen, hogy mondjam, minőségben, akkor te ritkában töltesz fel bármit. Hát figyelj, ilyen videót megcsinálni, mondjuk egy kávésat, ha nézünk, az 2-3 óra. Tehát, hogy ezért mondom, hogyha nincs más munka, vagy nincs más vágnivaló, akkor az simán belefér abba, hogy akkor foglalkozzam ezzel. Persze, én ezt látom, csak kérdés, hogy mert ugye ez egy szempont, majd amikor te prezentálsz, akkor ez meg fog mutatkozni. Valószínűleg te nem havi 12 telekom spotot akartál betenni. Nem, de nem spoilerezek, nem mondom el az ötletem. Oké, akkor nézzük. Instagramban is, és hogyha igen, akkor ott hány tartalomban? Hát ebben a 36-ban osztanánk ezt meg, és ugye úgy gondoltuk, hogy az Instagramban lehetne egy kicsi rész is, de posztokat is, lapozós posztokat is beletennénk, tehát ezek a karuzelek azért jól futnak az Instagramon. Ez egy általánosítás. Szerintem ez egyébként nagyon sok tartalom az 1 millió forintos együttműködésre cserébe, szóval köszönjük szépen, és átgondoljuk. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget, hogy itt voltatok. Sziasztok! 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 Hát, szigorú a zsűri. Kevésbé szubjektív módon viszonyulok most ehhez a részhez szerintem. Ja, igen. Legutóbb én tényleg azt éreztem, hogy ott ízlés kérdése volt sokszor, hogy nekik most bejönne a dolog, vagy nem. Igen. A 36 az nagyon sok. Igen, nagyon sok. A konkrétan videóinak minden második tartalom hashtag érdetés. Nekem volt egy olyan érzésem, mint hogy lehet, hogy még nem volt előttük együttműködésük, és úgy voltak vele, hogy inkább felélőnek, vagy legyen több, hát ha ez egy plusz pontként tud szolgálni a helyzetben. Hát én pontosan azt gondolom, hogy ez ezért történt így, mert hogy imponálni akartak a brandnek, hogy ennyi mindent tudunk csinálni, csak pont abban nem gondoltak bele, hogy ez a másik oldalról meg hogy lesz fogadva. Igen, meg szerintem nekik még egyáltalán nem volt semmilyen szponzorációjuk, semmilyen együttműködésük, és szerintem emiatt is nőttek egy kicsit ezen túl. Igen, mondjuk a zsűri ezt nem mondta szemükbe. Igazából csak így ilyen aggódó mondatokat így fogalmazgattak, de hogy itt a Cirmis írja, hogy nem, tehát én szerintem sem volt elég szigorú a zsűri, vagy elég transzparens itt ennél a szempontnál. Na mindegy, hát nyilván az elbírálásban meg nyilván ennek lesz valami következménye. Azért is mondtam, hogy érdemes kevesebbet, nem hogy nyilván nektek legyen kevesebb, de nem lesz az hiteles maga a tartalomgyártó. Fú, nagyon jó volt, várjál. Azért emlékeztetőnek magunknak videó. Meséljük el, hogy mi történt. És el is indítjuk. Szuper. Sziasztok! Most jövünk a zsűri elől. Egy csomó olyan kérdés volt, amire abszolút nem számítottunk. Nagyon segítőkészek voltak. Nagyon pozitív abszolút volt. Mi reménykedünk itt bármiben. Az volt a jó, hogy amit kérdeztek, azzal azt éreztem, hogy segítenek. Segíteni, abszolút. Igen. Kíváncsiak voltak, mit hagytunk ki, de kihagytuk. Nem hagytuk ki, mert elmondhattuk a végén. Nagyon jó éreztük. Abszolút jó volt, nagyon nagy tapasztalat volt. Oké, köszönjük. Sziasztok! Szerintem ez kicsit olyan, mint amikor megnézel valamit, amit tetszik, és megpróbáld utánozni, de ugye nem látod magad kívülről rosszabbnak, mint amit láttál. De itt most annyira sok szempont van, ami nem mellettük szól ennél a kampánynál, hogy én nem gondolom, hogy annyira erőset vittek itt. De szemben megnézünk titeket, hogy ahhoz képest, és hát akkor... Figyelj, én úgy ismertem meg őket, hogy ők nagyon pozitív emberek. Tehát, hogy szerintem ez is bennük van, hogy ők most nem fognak ezen. Tehát, hogy nem fogják nézni a negatívumot, de egyébként tényleg ott a backstage-ben is nagyon kedvesek voltak. Gáborral együtt csocsóztam, és nem tudom, jól elvert benne, de most nem is a csocsó a lényeg, hanem hogy nagyon sokat beszélgettünk, és egyébként tényleg nagyon pozitív embereknek ismertem meg őket. Ja, látszik is. Nagyon dolgoznak rajta, hogy ők ott legyenek top kategóriába, és eszméletlen szuper, hogy annyira Z-generációsan tudnak gondolkozni, anélkül, hogy ez ilyen erőltetett és kellemetlen lenne. Nekem ez nagyon tetszik, ez inspiráló. Egyébként az előző meetinghez képest az a karakter, amit ti kiemeltetek, azt most már én is látom megérkezni. Nekem viszont továbbra is fenntartásaim vannak a célcsoport relevanciával. Végre nem egy olyan idősebb generációból jövő tartalomgyártó páros, akiken cringe-elek, hanem inkább akiket így befogadnám a nagymamámnak és nagypapámnak körülbelül. De igen. A nagypapámnak és nagymamámnak. Azért itt ez egy erős jelző, mert ők azért még messze nem Korda Gyuri meg Balázs Klári. Tehát ők nem 70-80 évesek. Szerintem ilyen szüleim egyébként. Szüleim. Nagyjából. És hogyha ezt mondod, akkor elfogadom én is. De
itt most nagyon nagy az éjjelzés arra, hogy de aranyos nagyit meg nagypapát találtunk, ami talán kicsit, már mert múltkor is ugyanígy hasonlóak hangzottak el, és én azzal sem voltam annyira kibékülve. Meg nagyon bele így kategorizálva, szerintem ez nem lett volna rá szükség ennyire, szerintem. Igen, és amit a Tom mondott, Virsli, én egyébként azt gondolom, amit te írsz, hogy szerintem megerőltetett, és pont az volt benne erőltetett, hogy ennyire tudatosan akarják a Telekom kampányt kicsatornázni, és nem arra koncentrálni, hogy hogyan építik be a saját tartalmaikba. Mert azt is elmondták valamennyire, csak tényleg túllőttek nagyon-nagyon azon a célon, hogy imponáljanak valószínűleg. Ezt érzed a videó megnézése után, uh-huh. De nem azt, hogy te felmennél a telekomsports.hu-ra és elmennél egy programra, vagy ajánlanád? Jogos. Vagy... Wow, köszönjük szépen! Elasztátok! Nagyon jó volt! Nagyon-nagyon jó volt! Hogy éreztétek magatokat? Tök segítőkészek voltak valóban, tehát, hogy amit nem tudtál, abban meg úgy valahogy, vagy nem úgy, hogy amit nem volt idő elmondani, mert ugye túlnyúltunk az időkeretünkön. Azt néztem, hogy bementetek, és így elkezdtétek mondani, és nem volt egy pillanatnyi hezitálás sem. Igen. Tehát, hogy... Igen. Látszik, hogy a véletek. Amúgy ezt továbbra is tartom. Kevés az idő. Várjál. Ti nem érzitek azt? Alapvetően se, hogy halló. Ők nagyon-nagyon hitelt. Nem bírom megállítani. De oké, amiket... Ajaj. Fú. De most jó. Na. Jesus. Szóval továbbra is tartom azt, hogy egyébként előadásmódban nagyon oda tették magukat. Tehát, hogy látszott, hogy gyakorolták, ugye adták-vették egymástól a szót. Tehát szerintem ez működött. Én ezt nem véletlenül emeltem ott ki, mert nyilván majd, hát majd meglátjátok, hogy én hogy adtam elő. Először levetítettek nekünk, nekem egyáltalán nem ezt sugalták. Egy dolog szemet szúrt, bocsánat, hogy az előadás közben is nagyon sok ingatlan hasonlat, ingatlan említés. Én azt gondolom, hogy amúgy az ő jelenlegi tartalmunkba bele lehet passzintani, csak hogy kérdés, hogy ez most a legaktuálisabb náluk, vagy lehet, hogy egy-két év múlva? Nekem is még egy kicsit így távol állnak a Telekom Sportstól. Hiába azt a szélcsoportot érik el, akiket el szeretnénk érni, de hát nézzük meg a többieket. Igen. Nagy kalap, nagy kalap, nagy kalap. Köszi. Number two. Integessél nekünk. Sziasztok. Hello. Ugye Telekom Sports és Laluska kollaborációról beszélünk, de hogy ki is ez a Laluska? A történetem még 2018-ból kezdődött, amikor megalkottam a Lillus vlogja személyiséget, ami igazából egy ilyen társadalomkutatás volt, hogy vajon a TikTokon lévő emberek mennyire nyitottak egy általam kitalált személyiségre, és mivel nagyon azok voltak, ezért kaptam a lehetőségen, és ezt tovább dolgoztam, és több brandnél is van olyan, hogy egy tipikus karaktert alkotnak meg, akik mondjuk képviselik viccesen, humorosan magának, a márkának az arculatát. Olyan karakter, akivel tud azonosulni a márka és a márkának a target audience-e. Humoros és... Wow, micsoda szakzsargonok röpködnek itt jobbra-balra. Akkor nem jutott eszembe magyarul. Nem jutott eszembe. Célcsoport, nem mindegy, kimondtad. Ezt itt tudatosan twistelted akkor meg a dolgot, hogy az előzőből tanulva, akkor te itt most direkt akkor arra mész rá, amiben igen. A zsűri jónak gondol. Igen, mert úgy voltam vele, hogy azt várták, akkor legyen az, kapják meg, akkor kidolgozom, amit nem sikerült teljesen, de hogy érted. Érthető, persze. Nagyon-nagyon friss, de hogy egy kurátor lenne a Telekom Spotson belül. Kámán. És itt jönne a személyiség, aki én lennék, olyan karakterem, ami egy kicsit fel van turbózva. Tehát, hogy én alapvetően ezek mind vagyok, de ennek így a százszorosa. Szóval nagyon nyitott, nagyon sokszínű, nagyon bohém. Rendszeres tartalmakat készítenék a TikTokra, illetve az Instagramra is. Egy kurátorként lennék jelen ezen a 3 hónapos, nagyon rövid időintervallumon belül. Érdekes tartalmak és események közül válogatnék, tehát ez lehet akár agyagozás, nem tudom, puszta szeren. Szóval így nagyon-nagyon szeretném bevonni arra a nézőket, hogy nem csak koncertek vannak, nem csak színház, hanem nagyon-nagyon színes események.
És ezt a karaktert, amit létrehozol, ezt egyébként így kiterjesztenéd a social kommunikáció teljes részére? Tehát, hogyha kommentek érkeznek, akár a te felületeden, akár egy spots tartalom alatt márka oldalon, hogy ehhez hogy állnál hozzá? Megpróbálnék persze úgy válaszolni, mint maga a karakter, ugyanis az a feladatom, hogy ez a karakter legyek ebben a marketing kampányban. Azt is írtam, hogy élő eseményeken való részvétel, szeretném azt is közvetíteni, ugyanígy TikTokon, hogy én elmentem oda, gyertek el, lesz ez az esemény, stb. Találkozhattok velem. Az élő eseményeken is ugyanezt a karaktert vinnéd? Hogy akkor ugyanezt én azt gondolom, hogy akkor ez így... És azt játszanád. Úgy lenne a reel. Nagyon erős vállalás, úgy lenne a reel. Uh-huh. Mert ugye valami ellenkező gondolatot fogalmaztál meg még az elején, hogy te úgy készülsz a műsorra, hogy más arcodat is akarod megmutatni. Itt amúgy, ami még eszembe jutott, hogy milyen érdekes, hogy a cég elvár, nem elvárja, de hogy így azért felkérdez arra, hogy te ugye a community managementet is úgy csinálod majd, hogy a karakterben meg minden. És ez annyira sok erőfeszítés és munka, amiért konkrétan senki nem fog megfizetni. Hát úgymond a csomag része, hogy, te még folyamatosan... Igen. Gerjezd a közönségedet, és reagálj, és maradjál vicces, meg mit tudom én. Hát de szóval, ha belegondolsz, akkor meg egy ilyen esetben muszáj karakterbe maradni. Igen, csak ezt általában szerintem beárazzák. Ezt általában beárazzák. Ja. És itt meg ugye te így oda, meg kell nyerni a versenyt. Ettől ilyen mű kicsit ez az egész, hogy itt most óriásit lehet nem fogadni, nagy tétet lehet megtenni, és aztán, hogy te most hány kommentre válaszolsz, milyen gyakorisággal, mennyi időn belül, vagy csak éppen az elsőre, tehát hogy mennyire lesz ez, mennyire lehet nyomon követni, de a pitchben meg ugye el lehet adni egy óriási nagy ígéretet is. Tudnád tartani szerinted ezt a megalkotott personát, ami bár belőled építkezik, de nem teljesen te vagy egy in real life szituációban? Mm-hmm. Ez egy felkészülési folyamat lenne, de nyilván, hogyha elő kell adni, akkor elő kell adni, szóval nyilván ez... Ez egy nagyon jó személy. Hogy reagálnának a nézők, hogyha te létrehoznál egy külön ilyen kurátor aspektusát a jellemednek, csak és kizárólag egy marketing célra? Mivel, hogy nem lesz annyira sok videó, tehát én arra gondoltam, hogy két hetente egyet. Egy TikTokra, egy Instára? Igen. Bocsáss meg, nem értem, akkor összesen 6 vagy 12-ről beszélünk. Itt annyira összekeveredtem. Uh-huh. Ja, igen? Helyes. És ez most látszódni is fog? Helyesen. Hát össze-vissza beszéltem a számok terén. Uh-huh. De nekem ez amúgy is gyengeségem, szóval igen. Uh-huh. Amúgy ilyenkor a legegyszerűbb bemondani azt, hogy ami TikTokra megy, az megy Reelsre, mert igazából ugyanaz a kettő, és más a közönség, más az elérés, mások uh-huh. vannak mindkettőn. Én a saját ismerőseim látom, hogy valaki a Reels körgeti, valaki a TikTokot. Pontosan hát én azért döntöttem, úgyhogy akkor mindenhová ugyanaz menjen ki. Uh-huh. Tehát két hetente azt mondod, hogy egy tartalom, vagy Insta, vagy TikTok, ugyanaz a tartalom menne ki mind a két platformon. Nem. Tehát Jaj, ettől mindenki próbál el távol, de hogy ugyanazt a tartalmat két platformon egyszerre, pedig hányan ezt csinálják? Hát, és ez teljesen bevált recept, mert nyilván szerintem kevés olyan ember van, aki jó, akkor most egy óra Reels, egy óra YouTube Shorts, egy óra TikTok, nem? Hanem valószínűleg van egy preferenciád. Igen. 12 összesen. Igen, 12. És Instagramon fotó alapján. Tehát, hogy Instagram az csak fotó. Instagram az fotó lenne, és a TikTok, mivel hogy nekem TikTokon több elérésem van, tehát majdnem hát többször annyi. És ezért, Instára szoktál Reels-t feltenni, vagy de csak statikusokat? Csak statikusokat, mert a jelenlegi követőim inkább azokat a tartalmakat preferálják. Amúgy, ez most csak így négy szem közt mondom, úgyis kevesen vagyunk. Szóval tudsz úgy feltölteni Reels-t, hogy a követőid ne lássák. Tehát van erre lehetőség. Hogyha feltöltésnél kiikszáld azt, hogy elhelyezze a profilrácsodon, akkor csak a Reels-be jár. Igen. Illetve a te oldalon ott lesz a Reels-ek között, viszont a hírfolyamban nem fogja bedobni a követőidnek. Tehát, hogyha szeretnél kísérletet, ezt nem dobja be. Hát amúgy egyébként ez egy esztétikai szempont inkább, én azt gondolom. Ez ugyanaz, mint a TikTokon az index képek, vagy nem tudom. Mert lemerült a fülesem, úgyhogy egy másodperc is javak. Jó. Ja. Mit gondolsz erről, Peti, mert akkor erről lehet, hogy tudunk kicsit vitatkozni. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen...
Vanity Metric, hogy az Insta feedem hogy néz ki. És tudom, hogy te ilyen szemmel is nézed, de egy átlag felhasználó ritkán veszi arra magát, jó, akkor most a profilnak így a képeit így egyesével, vagy így egybe látom. Igen, de na, én szoktam profilra kattintani, és gyűlölöm, amikor azt látom, hogy csak reels-ek vannak ott, mert nem azért megyek a profilra. Én például úgy csinálom ezt, hogy 2-3 reels videót meghagyok, és akkor az van, hogyha valamelyik már kipörgött, tehát én úgy töltöm fel, hogy a nézőim is lássák. Ez főleg azért van, mert az önbecsülésemnek rosszat tesz. Egyszer kipróbáltam azt, hogy nem raktam kirácsra, és egy éjszak alatt azt hiszem 11 megtekintést ért el, és azt nem bírtam elviselni. Wow. És akkor inkább letöröltem. Lehet, hogy beindult volna, nem tudom, de inkább letöröltem, és felraktam, hogy lássák a nézők. Igen, és akkor úgy szoktam csinálni, hogy ha valamelyik videó már kifutott, akkor azt leszedem a rácsról. De ugye fönnmarad ugyanúgy a részek között, csak nem csúfítja el a profilt. Persze, értem. Csak tök érdekes, mert pont mostában beszélgettem arról, hogy a TikTokon ugye lehet rakni a preview, vagy nem is tudom, első képre, nevezzük indexképnek, natívan a TikTokból ilyen stickereket. Igen. És akkor ott mondjuk címet adhatsz neki azzal is. De hogy a valódi hatása értéke ennek annyira nem számottevő, hogy igazából nem sok mindent befolyásol. Hát, most felhasználóként azt lehet, hogy el tudom mondani, hogy azért van olyan, amikor nagyon meg akarok találni egy TikTok videót, de nem mentettem le, hogy valami, de tudom, hogy kitöltötte fel, ott segít, hogyha van felirat az index képen. Tehát, hogy én a kávés videóknál nem szoktam, mert ott a kávé az mutatja magát, de néha egy ilyen szöveges videónál azért ki szoktam írni, tehát szoktam használni ezt a funkciót, hogy akkor az index képen rajta legyen a cím. Viszont egy márka szempontjából, meg egy kiválasztásnál meg elég erős szempont. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy az influencer vagy tartalomgyártó igényesnek akarja magát mutatni, akkor erre is oda kell, hogy figyeljen. Csak így nézői szemmel szerintem ez nem annyira hangsúlyos, mert ők inkább a platform jellegéből csak a tartalmat látják, és nem a nagy kohéziót, a nagy összképet. Hát oda lehet rá figyelni, meg jól is mutat, de egyébként az algoritmus dönt. Tehát, hogy általában így a nekedbe kell, ott kell nagyot virítani. Az FYP, igen. Igen. Oké, nézzük. Telekom azt mondja, hogy nem elsődleges szempont, mármint a feed nálunk legalábbis. Igen, nem elsődleges, de szempont, gondolom én akkor. Ezt így lehet könnyen hát, elni. Hát igen, voltak nagy tartalomgyártók, meg lehet, hogy vannak is még Harry, meg Törökábel, tehát hogy ők nagyon figyeltek arra, hogy egységes legyen a feedjük. Meg aztán persze. Nem tudom, vannak olyan oldalak, ahol meg tehát azt látod, hogy a sok kicsi kép kiad egy nagyobb képet, amikor a feedet megnyitják. Ó, persze. Lehet itt mesterkedni lehet mindenben. Lehet ezt eljátszani, de szerintem se nyom annyit a latba, csak neked jól esik mondjuk, hogy jól néz ki az oldalad. Kb. Henikőjék inkább Reels-be gondolkodnak, akkor arra nyitott lennél esetleg, vagy mivel azt mondod, hogy a te követőid a statikust kedvelik, ezért inkább a mellett állnál ki. Gondolkozhatunk róla, meg így brainstormingolhatnánk, hogy akkor mi lenne a jó, de szerintem én nyitott vagyok. De nem javasolnád nekik személyes tapasztalat alapján? Alapvetően én megértem, amit mondasz, mert én sem nagyon posztolok Reels-t, tényleg nekem is jobban mennek a statikus tartalmak. Hogyan tudnád azt a kis plusz spice-t beletenni, amitől az például nem hat reklámosnak? Mert egy TikTokban ez nagyon jól konvertálható, de egy képen Instagramon azért ez egy nehezebb feladat. Hát ez mindenképpen még egy hosszabb folyamat nálam, hogy ezt így jobban kiépítsem, de meg szeretném találni azt az egészséges középutat, hogy ne legyen reklám, de még olyan tartalom legyen, amit megszoktak tőlem a követőim. Tehát ez a belebújok egy karakterbe, és eljátszom, és ilyenek. És minőségben is ugyanazt vinnéd tovább, amit megszoktak, hogy itt nem váltanál, hogy akkor más minőségbe veszed fel, vagy más hogy lenne a tartalom. Mert itt említettél valamit, és csak azért bizonytalanodtam el. Igen, szóval, hogy azok a tartalmaim, amikor így karakterekbe bújtam, azért elég trash volt. Egyszerűbb karaktereket formáltam meg, és ugye hozzájuk az illik. És ugye ezt is ki kell találni, hogy akkor a Telekom Spotshoz nem illik a trash. Szerintem nincs baj a trash-sel. A trash lehet jó trash, meg lehet tényleg trash-trash. Ezzel nagyon nem értek egyet. Na mondd. Szerintem nincs jó vagy rossz trash. Az én szubjektív. Bocsi, amúgy közben cseréltem mikrofont, jól hallottok? Persze, tök jó. Chat? Jó. Szerintem igen. Remélem. Szóval szerintem a trash az egy eléggé negatív értelmű szó. És én nem bontanám jó és rosszra. Szerintem az egy negatív értelmű szó. Az igazság, hogy a trash most már műfajt is jelöl, és akkor az nem feltétlenül rejoratív. Igen, de te viccet csinálsz a trashből,
azzal, hogy egy kicsit azzá válsz. És ez egy kicsit megkülönböztet attól, hogy te szimplán trash. Érted? Szóval, hogy ez mégse ugyanaz a kategória. Mert hogyha most itt a Elek Zoli bácsit emlegettük, ő nem tud azzal viccelni, hogy milyen lenne a trash tartalmat csinálna, mert ő nem fizik, tehát nem nagyon tud másba gondolkozni. Vagy legalábbis az emberek, amit látnak, akkor így nagyjából ez jön le. Igen, mert ugye minden sebből érzik. A pozitív példa az meg például José. Tehát, hogy ő is hát műfaját tekintve azért trash-tól, de az meg a jó példa, mert röhögsz rajta, meg szereted a karaktereit. De akkor mondjuk tehát, azt, hogy van olyan trash, ami direkt trash, meg persze. Van a nem indirekt trash, és akkor az indirekt trash az a Norina, a direkt trash meg José meg én, vagy ez így igen, okay? Szerintem, ahogy így szerintem fordítva. Itt a dolgokat. Igen? Igen, szerintem ti vagytok az indirekt, vagy a, ja, bocs, a nem direkt. Direkt in... Ja, igen. Aha. Igen. Na, az indirekt az azt jelenti, hogy nem direkt. Jó. Ugye nem mindegy, hogy rajtad röhögnek, vagy veled röhögnek. És hogyha ezt a kettőt nem választod szét, akkor valószínűleg inkább a rosszabbik oldalát fogod, mert egy fekete pákú, például ő akármilyen ötletet visz véghez, és mondjuk jónak talál, és persze ezt szokták meg, az emberek nagy része nyilván rajta fog röhögni. És ő ezt vállam, hogy győzik-e? Nem vele. Mert te egy karaktert játszol el, és ők azon fognak nevetni, de ahhoz nem feltételezem, hogy nem azt társítják, hogy te egy, ez a szolis picsa vagy, aki ezt tudja. Hát ja. Lehet túlbeszéltük, de a két okos nem hagyhatjuk ki. Ja igen, erre akartam reflektálni, hogy az igényesség látszatát, aki fenntartja, az igazából miért tartja fenn, hogyha alapból nem olyan igényes, vagy nem ez a fő szempont. Két okosról nem tudom, hallottatok-e már, ismeritek a jelenséget, tudjátok, mi az? Vagy kik ők? Ment a két okos? Igen. Hát én szerintem most vezettem be Lalát, hogy szerintem beszélgettünk előtte, hogy ők vannak. Igen. Én ismerem őket, hát főleg azért, mert ugye jóba vagyok Márkkal, Pamkutya Márkkal, aztán volt egy olyan nem túl kellemes sztori, hogy egy koncerten a két okos pont streamelt, és akkor így kiszúrták Márkot, és nyilván a nézők meg egyből klippelték, hogy akkor a Márk hogy vereti a koncerten, és akkor az nem volt annyira szerencsés. Aztán itt ismertem meg őket, de amúgy meg jó fejek, tehát hogy jól csinálják, amit csinálnak meg. Igen, de nem az igényesség a szempont. Ja, inkább nem. Az átélhetőség és az, hogy gyakorlatilag egy ilyen journeybe becsatlakozol, akkor ott mindig történik valami. És a Zsozénál is ugye nem feltétlenül arra épít. Persze vannak olyan streamjei, ahol meg van szerkesztve a background, minden jó ki van találva, áttűnések, de sok olyan tartalom van, amiben meg csak hát igazából semmi se olyan profi, vagy olyan jó megoldott. De mégis ugye a személyiség meg az élmény az viszi az embereket. Hát úgy formálni, hogy pont amiatt, hogy nem egy ilyen erőltetett picture perfect karaktert próbálsz TikTokon így megszemélyesíteni. Szóval inkább ezt a jó trash vonalat hozod, sokkal befogadhatóbb lesz a nézőknek. Szóval ezt ne engedd el, kérlek, mert ez szerintem zseni. Igen, csak hogy ne hasson negatívan a márkára. Kérdés nélkül, persze. Igen. Szóval ő szerintem arra gondolt, hogy ezt kell nagyon kitalálni, ezt a karaktert. Ja. Csak nem menj át abba, amikor azért próbálsz így határok között maradni, hogy azért mindenkinek elfogadható legyen. Nem lesz pixeles green screen, tehát hogy... Inkább egyedül dolgoznád ki, vagy nyitott lennél arra, hogy akkor Telekommal Enikőikkel együtt dolgoznál a karakteren? Nyilván ez az ő projektjük is, és nekik is fontos az, hogy milyen vizuális és milyen karaktert kreálunk meg, szóval ez nagyon két oldalú. Én viszont ide beszúrnám, hogy szerintem tök fontos a kreátori szabadság. Amit te képviselsz, azt mindig képviseled, ez ilyen ügynökségi per kommunikációs dolog, tehát hogy ez mi a fene volt most? Ez hogy került elő? Ez a gondolat. Mindig add magad. Ez egy ügynökségi... Nem. Igen, nem de Gergő már röhög. Ja. Igen, de szerintem készül valamire a Gergő, úgyhogy ezt még hallgassuk végig. Jó. Szerintem ez egy fontos aspektus. Gergő nevet, mert tudja, hogy nem így működik egy együttműködéssel, hogy azt mondják, hogy légy önmagad, és kapsz egy ekkora briefet, és mondd ezt, kit mondd ezt, ez a hashtag. Mert Márkaként így szabad kezet adni a tartalomgyárt.
Fura, hogy annyira rossz volt ott a hang amúgy. Alig lehet azért volt rossz, mert ott na, megint technikai dolog, ott ugye azért volt rajtunk port, lehet, hogy nem tudom, nem tudták megoldani, hogy a jel átmenjen, mert azért egy elég hosszú folyósó választotta el minket a zsűritől, tehát az épület két különböző pontján voltunk, és igazából ott a backstage-be belógattak egy-két ilyen puska mikrofont, és azok vették a hangot, tehát azért ennyire rossz. Hát ez most így jött ki, majd fejlesztenek rajta. Tudnak is, hogy hitelesen tudják. Ezt mindig mindenki el fogja neked mondani, a hosszú, és igen. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sikeres karriert során, minden egyes kliensed el fogja neked mondani, hogy csak legyél önmagad, csak csináld azt, ami belülről jön, egészen addig, ameddig az nem egyeszt. A Telekom közben reagált rá Peti a chatben. Ajajajaj. Hogy ők bizony nem adnak egy oldalas, vagy oldalas briefet, ők szabad kezet adnak. Mondd inkább. Szóval én tapasztalat alapján mondtam, tehát hogyha most megvédhetek egy, tehát a Telekommal még nem dolgoztunk együtt, tehát nem tudom, hogy működik. Ha tudok másik pozitív példát mondani, az nálam egyértelmű ugye a Samsung, de tehát el kell telnie időnek, hogy a cég meg tudjon bízni a tartalomgyártóban, tehát hogy mi sem így kezdtük, hanem az elején nyilván ki volt adva a feladat, mert még tök ismertlen terep volt, most meg már tényleg úgy működik, hogy én hozom az ötleteket a cégnek, tehát hogyha a reklámot csinálunk. De ez mondom, ez ritka. Amúgy igen, Kálmánon nevetek, hogy azért a kreditet adjuk meg a cégeknek, az emojit szabadon választhatjátok az influencerek. Amúgy nem feltétlenül. Amúgy nem feltétlenül. Még ezt is megszabja. Igen, tehát hogy az általános mintából vagy példából indulunk ki. Itt nyilván lehet, hogy van olyan cég, aki meg tökre másba gondolkozik, és lehet, hogy ez egyébként sikeresebb is, de nagyon sokat számít az, hogy éppen mi az adott feladat, vagy mi az adott témakör, vagy szolgáltatás, mert például a YouTube videó esetén, amilyen spotokat én szoktam csinálni, ott például egy VPN-nél nem abba szólnak bele, hogy én most bohóckodok, vagy bármit csinálok, hanem hogy nyilván, ami az ő termékük, azt mondja már, vagy legyen elmondva, vagy tudják meg az emberek, hogy mi az. És ne csak egy comedy sketchet csinálják, amiben felhasználom, mint display elem. Szóval ott nem nagyon tudsz így ezzel okoskodni, hogy akkor szabadság van. Mert van, csak bele kell építeni az üzenetet. Szóval óvatosan az ilyen nagyon jó indulatú és tényleg gyönyörű ígéretekkel, ez egy nem garancia. Ja. Nálunk az? Én magam nevében tudok beszélni. Én a magam nevében tudok beszélni. És még egy dolog. Itt van közben Bálint a cseten. Igen. Szia Bálint. Azt mondja nekünk, hogy ez úgy került ide, hogy sokszor a márkák megmondják, hogy egy per egy milyen legyen a kreátor, és én ebben nem hiszek. Tudom, hogy rengeteg ügynökség márka van, aki ezt mondja és nem csinálja, de tényleg fontos a szabadság hozzá. Teszem, nem minden influencer képes ekkora szabadságban alkotni, mert az szükséges szakértelem és a kreativitás, nyilván meg egyfajta érzelmi intelligencia, meg kommunikációs képesség. Persze, és nagyon jó ez, csak az, hogy mi, tehát ugye van ennek egy határ, most légy önmagad, de meddig, már a malabban egy szerepet játszott el, ami egy márkának a képviselete, akkor nagyon szerteágazó lesz itt a fogadtatás. Szerintem nem az volt az én problémám, hogy nem mondtad, hogy probléma volt azzal, amit mondtál, csak hogy ugye ezt most akkor hogy kezeljük meg mit gondoljunk róla, hogy itt most egy feladat van, el van mondva a cél, meg minden, de te mégis legyél önmagad. Persze, hát nyilván ez a legfontosabb, hogy legyél önmagad, mondani se kell, de nekem egy kicsit olyan fölösleges volt ezt beemelni, de lehet, hogy a Szirma is mond valami okosat erre. Mindannyian tudjuk, hogy egy-egy tartalom azért el tud szállni. De egyébként, amikor nem arról beszélünk, hogy a leg-leg-leg-leg kiemelkedőbb tartalmaid TikTokon, akkor mi az a középsáv, amit így kb. Azt tudod mondani, hogy a kollaboráció során ezt tudod szállítani? Uh-huh. Hát, várjatok. 3, 2. Ez egyébként nagyon tartalomfüggő. Rakok ki vlogokat is mostanában, olyan tartalmat is, ami inkább így a szakmámmal kapcsolatos, nyilván azok kevesebb elérést érnek el, mert hogy a követőim nem arra kíváncsiak, hogy én milyen jó grafikus vagyok, hanem arra, hogy milyen vicces. Ha mondjuk egy olyan videót rakok ki, amiben viccesen beszélek, ám bár nem vagyok karakterben, azért egy 50 ezer embert így kb. Sikerül elérni. Arról mit gondolsz, Enikő, hogy ugye alapvetően a kurátorok valós emberi személyiségek, az, hogy mondjuk a Lala egy ilyen kreált vonalat hozna, az mennyire férne bele egy a Telekomnak a brand imidzsébe?
András Pézes, köszönjük szépen Fekete Pólónak. Itt most már nagyjából a zsűri is itt lesz, lehet, hogy már Szirmai Greg is itt van a sarokban, mert a versenyzők, a szponzor és mindenki. Egyébként én nagyon élvezem, hogy ezt így közösen beszéljük át, meg vitatjuk meg, és van egy ilyen egy párbeszéd erről, mert maga a téma is, mondom, annyira újszerű, meg annyira érdekes ezt a transzparenciát így legalábbis látni, vagy amennyire lehet látni, hogy nem tudom, egyedülálló ez az egész jelenség. Úgyhogy lehet, hogy végül is, amit ők kitaláltak, az tovább mutat, mint amit én alapban gondoltam. Igen. Valaki azt kérdezi a kommentekben, hogy mi a különbség, vagy hát 99-éből kérdezi, hogy mi a különbség köztem és Sápi Vivian között. Hát igazából kb. Minden. Én ezt így tudnám összefoglalni neked. Szerintem de abból a szempontból, amit a nézők látnak? Vagyunk. A Vivinek barna a haja. Uh-huh. Szerintem is. Más Vivi különbséget nem látok. És vékonyabb, mint én. Nem, szerintem a Vivi nagyon jól tolja ezt az egészet, és ő benne maradt ebbe. Én nem. És meg szerintem nekünk teljesen más a cél, vagy más miatt csináljuk ezt, ami én az elején ugye meg is indokoltam, hogy én így való életben szerzett tapasztalatokat így kilökök magamból, és ez nekem ilyen művészi megtisztulás, vagy nem mit tudom én. Talán így kb. Ennyi. Nem lehet, hogy ez csak egy folyamat, amin ő már, hogy mondjam, egy későbbi állomásnál tart, te pedig még egy korábbinál, és ő már annyira átalakult abba a karakterbe, amiről sose gondolta, hogy végül tényleg ez lesz, amiből ő megél, hogy akkor azt már nem tudja elengedni. Te pedig még lamentálsz, hogy akkor pontosan mennyire akarod ezt ilyen irányba nem vinni. Nem tudom, én nagyon régóta csinálom, de inkább azt mondanám, hogy szerintem Vivi így megfogta azt, amit kellett ebben az egészben, én meg arra annyira így nem vagyok levő, vagy nem tudok annyira neutrális lenni, amennyire kéne szerintem. Uh-huh. Jó, kerek válasz. Nézzük akkor tovább. Szerintem abszolút. Egy új csavar az egészben, hogy nem csak általános, nem tudom, influencer kommunikációt hozunk, akik nem tudom, hogy ajánlják a programokat, hanem egy karaktert építünk ehhez a programajánláshoz. Egy vicces karaktert, ami mindig jó. Most itt a Csőre Gábor ugrik be, meg az Alzának a kis ufója, aki ott vinnyog mindig. Eléggé szubjektív, hogy viccese vagy idegesítő, nem? Vagy Peti, te itt nem tudom, kit mondtál korábban, aki idegesítő volt neked valami reklámban. Hú, de mondtam hogy, ilyet. Aha. Hogy azt a szolgáltatás, hogy nem tudom, terméket ja, nem használod. Ja, az About You, de ott nem, ott a izé volt, a kampány volt, ugye mindenki, tehát először az összes létező influencer megosztotta azt, hogy valami jön, és akkor hashtag About You. És tudod, annyira, hogy is mondjam, fel volt hype-olva ez az egész, és nem lehetett tudni, hogy ez micsoda, csak hogy valami jön, és aztán kiderült, hogy egy ruha volt, vagy ilyen oldal, és aztán meg, tehát ott az zavart, hogy aztán tényleg mindenkit megvettek. Aha. És ez nem tudom, tehát szerintem ez rossz taktika. De nem kértem szubot, én mondtam, de köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megköszönöd. Az amúgy micsoda? A feliratkozás? Mi? Nem szakítja meg reklám a streamet, amikor nézed, kapsz egy badge-et, meg egy csomó emótot, ami ezzel jár. Igen. De és bárna meg milliókat kap utána. Hát óriási összeget. Itt a Twitch-en az a jó, hogy az 50%-át fogja a felhasználó, igen, vagy a tartalomgyártó megkapni. És azt még le kell adózni. És még leadózod, szóval nyilván ez... Ezért donétet küldjetek, azt nem kell adózni valameddig. Csak hallgassatok végig minket, az nekünk a legnagyobb dolog. Köszi. És igen, és nézik az emberek a kaszinó reklámokat, mert itt Twitch-en nagyon pumpálják. Ez egy nagyon nagy téma, aminek elbeszélésére máskor kerül sor. Akkor folytassuk itt a fő témát. Köszi, hogy itt teljesen utána néztél, és így a karakterrel párosítottad ezt a szerepet. Nekem nincs több kérdésem. Köszi szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok. Úristen, túl vagyok az egészen, annyira izgultam konkrét. Bocs, akkor ez egy feladat volt, ugye? Hogy mindenki vegyen fel utána egy ilyen kis élménybeszámolót. Uh-huh. Hát ez egy műsor elem, tehát hogy az nem volt megszabva, hogy mit mondjunk, csak az, hogy foglaljuk össze. Tehát, hogy... És ez a VHS minőség, ami itt történik, az is része? Hát ugye nem. Vagy hogy érted? Hát, hogy ez egy nem egy előnyös, hogy mondjam, nem az, hogy szög, de frame,
ugye az arcod nagyjából kiteríti az egész képernyőt, akkor ez a telefonfront, flip telefonfront kamerájával felvett videó, gondolom én, vagy rosszul aha. gondolom? Jogatlan. Hogy ez volt a cél, hogy ezt a jaj, nem tudom, elmondom, ezt az effektet használni. Elmondom, mi a probléma egyébként, tehát, hogy akkor most ezt tegyük rendbe. Tehát volt ez a feladat. Nyilván a flipnek az egyik legérdekesebb jellemzője az az, hogy be tud derékszögbe hajlítani, vagy igazából akármilyen szögbe, és akkor kvázi tudod így tartalomgyártásra használni. A probléma az az, hogyha függőlegesen tartod a telefont, akkor függőleges videót fog csinálni, és szerintem ezt vágták le így. Így ja. 16-9-ben, és ez nem volt szerencsés. Tehát, hogy nyilván, hogyha selfie-t videózol, meg TikTok videót csinálsz, akkor megvan az a kivágat, csak itt most ez egy baki, de mennyi. Igen, mert mondom, ez egy másfajta hatáskelt, ami nem annyira konzisztens talán az igen, eszképpen. Igen, én is látom a közeli kivágatot, meg nyilván, ha az ember selfie videót készít, akkor úgy készíti, hogy ne az egész arca töltse ki a képet, szerintem ez ki lett vágva a 9-16-ból. Ok. Talán az első percben elfelejtettem mindent, amit így akartam mondani, de így belekerültem a flow-ba, minden eszembe jutott, és annyira jónak érzem az egészet, úgyhogy meglátjuk. Nem tartjátok-e az ő karrierje számára veszélyesnek, hogy egy karaktert kreáltsak és kizárólag egy marketing céllal? Ezt feltettem neki kérdésként, de szerintem ő még túl az elején van ennek a futamnak, hogy ráérezzen, hogy mi ennek a veszélye. Szerintem ez zseniális. Nekem nagyon tetszett ez a megközelítés, mert úgy gondolom, hogy ezt viccesen tudja lehozni, akkor ez pont egy olyan faktort kreálhat az ő tartalmaiban, ami miatt nem fogja bánni a néző, hogy egy hirdetést fogyaszt. Igen. Én is amúgy pontosan ezt vártam volna így tőle. Nekem ez kicsit ilyen kasszás Erzsi energiát adna egyébként, és az is nagyon jól működik a brandnek, akinél ő dolgozott. Szerintem nagyon jól működnek a karakterek a brandekhez. Ő is hozott egy példát, ugye a sportszelet. És ez tök jó feltétlenül. Csak ugye más kérdés, hogy ezt a brand úgy használja fel, mint közvetlen reklám céljából, vagy te, mint third party, tehát hogy a úgymond, nem is tudom, alvállalkozóként, tehát nem mint a brand kommunikálat, hanem te vagy igazából egy hiteles, önálló valaki. Fú, hát nyilván ez nagyon szubjektív, nem? Hogy ki mit gondol erről. Mert lehet, hogy nekem tetszik a videó, de hogy ez most a szponzor, a Telekomnak valami karaktere, az úgy lehet, hogy nem annyira hoz lázba. Hát én igen? Amikor kitaláltam, mindenképpen arra gondoltam, hogy így én magam vagyok, mint a... Neked ez az ütőkártyád. Galuska személyiség, és hogyha én együttműködnék a Telekommal, akkor valószínűleg valahogy így tudnám ezt megoldani. De igen, nem, de azt nem mondtad el. Terződött. De azt nem mondtad el, hogy ez a karakter milyen lenne. Szóval igazából csak beemelted magát azt az elemet, amiről ismernek, de nem volt a kivitelezésben egy szál, amit itt elindítottál, hanem azt abba egyeztél bele, hogy majd közösen a Telekommal találjátok ki. Annyiban segítsett. Ja, igen. Annyiban segítsetek, hogy ebből is lesz egy ilyen mintavideó? Nem. Ennyi lesz a műsor? A pitchig tart? Wow. Ez egy bevett dolog. Tehát, na, nem tudom, hogy most hogy működik, de tudok erre egy másik példát mondani, szerintem is fura kicsit a sorrend. A filmművészetére én egyszer próbáltam felvételizni, spoiler nem sikerült, és ott úgy néz ki a sorrend, hogy először kérnek film elméletet, utána van egy beszélgetés, az a második lépcső, és a harmadik meg az, hogy leadsz nekik egy filmet. És szerintem ennek totál fordítva kéne működni, mert úgy van, hogy a lépcsők során esnek ki az emberek. Uh-huh. És nekem az a fura, hogy miért nem az van, hogy beadsz egy filmet, azzal már mutatsz valamit, hogy mire vagy képes, utána beszélgettek, hogy mik az elképzelések, és utána, hogyha még van kérdés, akkor kitöltetnek veled egy ilyen elméleti tesztet, hogy akkor mennyire ismered a film történelmet. Tehát, hogy na mindegy, ez is, de lehet, hogy én látom rosszul, és lehet, hogy ez működik. Tala, te hogy látod? Mert mondom, én nekem az itt a elsőleges problémám, hogy annyira nem lett ez kifuttatva, ez a pitch, hogy ebből én bármit el tudnék dönteni, csak egy ötlet van. És az ötlet, azt tudjuk, hogy az, amit a fing, tehát hogy az MRL száll, meg az abszolút, nem sokat de ez is volt, ugye a kérés, hogy ne egy fullosan kidolgozott marketing stratégiával menjünk oda, hanem egy ötlettel, amit megcsináltunk egy prezinek igazából, szóval. Ja. Igen, csak hogyha az ötlet az, hogy én kitaláltam, mit tudom, Alter Lalát, vagy akármi, csak tehát, hogy egy kicsit jobban megmutatod, hogy mire gondolsz, mert ez nekem pont olyan, mint hogy csak elmondanád, hogy amúgy ehhez értek, ezt csinálom, bemutatkoztam,
és ezt csinálnám majd nektek is, heti akárhányszor. Uh-huh. Szóval, hogy nem volt, vagy érdekes módon én nem láttam, hogy ők arra akarnának rákérdezni pontosan, mire gond? Vicces. Oké. Okay. Ez az ígéret, hogy ez vicces lesz, meg karakter lesz, de ebben szerintem, a fázisban még többet nem látunk. Szerintem Lala bizonyított már, hogy a karakterei működnek, tehát hogy lehet, hogy ez elég. Hát arra, igen, hogy... ezt meg tudom ígérni, hogy meg tudom ott nekik így ígérni, hogy ez így van. De igen, hát, csak ugye őket. Győztük meg Bálnát. Azért ez egy hosszabb folyamat, egy ilyen karaktert kidolgozni, tehát letesztelgetni, stb. Azért. Értem csak, hogy ez az a műsor nem kell. Hát abból a szempontból, de hogy végül is most tényleg azt mutatjuk be, hogy hogyan tudsz meggyőzni egy céget. És ugye megnézték Lalának a videóit, most nem emlékszem, hogy tőled milyen videókat raktak be, de a Szol is az biztos, hogy köztük volt. Nagyjából egyébként látják a számokat, úgyhogy igazából... Azt mondta, uh-huh. Ez lehet, hogy lehet egy garancia, hogy akkor egy újabb karakter is működni fog. Igen, csak hogy maga a versenyen kifejtett tevékenység, az nem, szerintem nem adott annyira hozzá magát a verseny részét, vagy a versenynek a értékét vonja el egy picit, szia Avid. Mert ugye, hogyha ők, Enikő azt mondta, hogy ezt vártam a Lalától. Tehát, hogy konkrétan, mint hogyha tudta volna, hogy ő mit akar, és csak annyi lett volna, hogy szia, dolgozz velünk. Ezt akarjuk, amit te vagy. Kész. Te majd hozol egy karaktert, és azt kitaláljuk majd, hogy A-tól Z-ig az pontosan mit csináljon, de rád hagyatkozunk, szeretnénk neked szabad teret adni ebben. Uh-huh. Hát amúgy szerintem ez így történt. Tehát, hogy nyilván megnézve így a közösségi oldalainkat, azért volt egy elvárás, vagy egy elképzelés a Márka oldaláról, hogy ő amúgy mit lát, mit tart elképzelhetőnek, vagy működőképesnek, és ha pont jól nyúlsz rá, úgy értem, eltalálod ezt az ötletet, akkor nyert ügyed van. Uh-huh. Ja. Nekem azt nézd meg. Nézzük a Petiét. Jó, nézzük, még egy gondolat, bocsánat. Én ilyen nagyon szenvedősen tudom, sokat tudok agyalni, de hogy akkor ehhez nehéz nekem, mint verseny, ezt a három különböző megoldást párosítani, vagy társítani, hogyha ők ebbe sokkal többet is látnak bele. Hogy ez egyértelműen sokkal jobban fog működni az ő céljuknak megfelelően. A többi meg így lamentálnak, meg kérdezgetik, hogy jó, hát akkor most ez hogy, meg hányat fogsz posztolni? Nyilván most az már a technikai része kivitelezésben. Fontos, de a lényeg mégis az, amit ők akarnak, hogy a mi üzenet át van adva annak a folyamatnak a kivitelezése az legyen, amiből ők belelátnak valamit. És ezt te hoztad abban a pillanatban, hogy megérkeztél. Tehát, hogy nem mutattál ebből ott a műsorban olyat, amire ők számítottak, de a pitchnél azt mondtad nekik, hogy igen, ezt akarom, ezt tudom csinálni. És akkor meg lettek győzni. Hát én azt hoztam, amit tudok. Hoztam, amit tudok igazából. Az első feladatnál kiderült, hogy az nem volt jó. Szóval mi másom világos. Van. Lehet még visszatérünk, de akkor nézzük meg a Petinek a pitchét. Igen, bocs, még egy gondolat, hogy ezt az értékelést, amit akkor mondtak, miután mi kimentünk, én nem emlékszem, hogy ezt láttuk volna, szóval ez most újdonság nekem is, hogy itt miről beszélgettek. Úgyhogy ez izgi. Aha, jó. Én ő miatt aggódom, nem a brand miatt, a brand miatt kétségtelenül ez egy nagyon jó ötlet. Nekem pont azt tetszik, hogy nem a már létező karaktereit akarja beáldozni, hanem létrehozna tényleg egy újat. Ez igaz. Most ha ő azt is mondja, hogy ezek a személyiségek ők, most mi nem fogjuk tudni igazából, és ha neked tetszik, hogy ő megjátszik egy karaktert, akkor tetszik. Szóval igazából... Most mondta, hogy turbozná, szóval ilyen tízszeresére akarja ezt emelni. Hát van, mint a fondrászos videó, hogy csámcsog, és akkor így eltúlozva, meg elnagyolva gondolom. Én attól nem félek, hogy az ő személyiségéből táplálkozva nem lesz elegendő a karakter, vagy amit szeretnék csinálni. Wow, hirtelen félbe szakítva. Na? Olyan volt az egész, mint egy ilyen marketing meetingen ültem volna, és így élesbe, és így mondom, és így csak éppen vettek a kamerák, de tényleg ilyen nagyon real volt. Nagyon. Neked ez teljesen egy otthonos dolog volt, tehát nagyon jól fogtad meg ezt a dolgot. Neked is mondod, hogy az mennyibe fér bele, tehát aki szakmával keres, az megtalál. De ő is akarja tudni, hogy ki vagy, és ezek a más tartalmakból jönnek ki. Tehát ha csak azt mondom, hogy
vegyetek ingatlan, grafikát rendeljetek, a szükségemre számot felhívlak. De hogyha megszeretlek, megkedvelek, akkor igazán pont fordítva, pont fordítva működik a kapcsolás szerintem. Ami szerintem egyetemű volt, hogy ez most nincs kitalálva még. Az ingatlan counter kellett volna a műsorba. Hát figyelj, ők azt a számlálót, azt igen megdobták valóban. Ez egy koncepció, ami mögött nulla konkrét terv van, de tökre... Tessék! Látod? Vissza lett mondva a gondolat. Ugye még rád reflektálnak. Amit a Gergő mondott, én is azt mondtam. Igazatok van, hogy igazából ő ebben a szegmensében tapasztalt, ebben a karakterjátékban, úgyhogy valószínűleg lehet bízni benne, hogy eredménnyel hoz ki egy újat. És ha tényleg nem kannibalizálja az eddigi szereplőit, akkor ebben talán karrierveszély sincsen. Igazatok van. És egyébként 12 tartalom, 1 millió forint. Keresem még 36 ezer nézettség. Szerintem. Az elég jó díja. Látod? Felélődted, lehetett volna az 8 is. Az meglepett, hogy nem volt egyértelmű, hogy a contentből mennyi van és hova. Szerintem ő 6-tal tervezett összesen, és aztán tette rá a másik. Egy kis a nyomást éreztem én is rajta, igen, egy kiegészítés után. Igen, úgyhogy szívesen. Ő tényleg egy olyan feltörekvő tartalomgyártó, akit így tudnánk előre lökni így a karrierjében is, úgyhogy ha együtt dolgozunk. De hát még van egy versenyzőnk. Na, igen. Menjen, eszem gyomlok üres. Jó lesz. Ügyes. Innen szurkol. Csuri, Csuri, Csuri vagyunk. Ügyesen. Hello. Látom, már megy a spoiler. Amit felírtam magamnak ide, szeretek kamerázni, és szeretem a jó történeteket. Ezt azért hoztam most be, mert én mindig így állok a tartalomgyártáshoz is, hogy... Miközben a Foodora ajánlatát olvasottuk, láttam, jó? Láttam, igen, szörögött. A jó sztorikat mi is szeretjük. Igazából nekem az a font. De ugye nagyon jól, tehát jól, nem tudom, de szinkronban van, de akkor mégis annyira erősen brendelt nekem. Na mindegy. Tos, hogy legyen egy jó sztori, és hogy le tudjam forgatni. 10 éve gyártok tartalmat az internetre, én kezdtem egy zenei csatornával, utána folytattam egy vlog csatornával, aztán folytattam filmet üdökkel, és most TikTokra gyártok tartalmat egy éve. Szeretem a változatosságot, és szerintem így a Telekom Spots kampány elbírja ezt, hogy változatos legyek. Azt írtam fel, hogy spontán kihívás. Itt arra gondolok, hogy olyan tartalmakat lehetne készíteni TikTokra. Mondjuk péntek este én bemutatnám egy videóba, hogy random kiválasztok egy eseményt véletlenszerűen az oldalon keresztül, és utána meglátogatom azt az eseményt, és az egész estéről egy ilyen összefoglaló videót készítenék. Egyszer elmentem kajakozni még a nyáron. Harryvel, ugye? Nem. Nem? Nem. Hát várj, akkor lemaradtál erről. Na majd talán egyszer összejön. És ez is egy ilyen egyszerű napi vlog volt, de megemlítettem a helynek a nevét. És itt látszódnak a számok, hogy a videók milyen eléréseket értek el, de nem a számok a fontosak, ezeket most csak behoztam ide. Az a fontos, hogy napokkal később rám írt a csónakháznak a tulajdonosa. Először megijedtem, mert az első üzenet annyi volt, hogy szia, a csónakházból írunk, mondom, úristen, nem fognak szívni, mert nem szóltam. És kiderült, hogy meg akarta köszönni, és mondta, hogy innentől kezdve én életem végéig ingyen fogok ott kajakot bérelni. Nem tudom, hogy milyen számokat, hogy hány bérlőt tudtam odavinni, de hogy nagyon működött ez a kis akció. És szerintem ezt az egész megmozdulást, ezt erre lehetne felépíteni. Ráadásul lehetne ezt kategorizálni egy hashtaggel, ami a heti spots lenne. Na most szerintetek hány találat van a heti spots hashtagre jelenleg bármelyik platformon? Segítek, hogy ne húzzuk az időt nulla. Tehát ez egy olyan hashtag, ami még nem foglalt, és szerintem nagyon jól leírja ezt az egészet. Ráadásul egy kihívást lehetne köré építeni, és hogyha valaki használja ezt a hashtaget, illetve az oldalt, akkor gyakorlatilag ő is reklámozza az applikációt, meg ezt az egész megmozdulást. Csinálhatnánk offline eseményeket, ami konkrétan körém épülne. Ugye engem a kávés tartalmakról ismer a közönség, tehát... Mi lenne, hogyha szerveznénk egy olyan napot, hogyha valaki egy adott kávézóba ellátogat, akkor én lennék ott a barista, és akkor tudnánk beszélgetni, viszont a spotszol lenne csak hírva az info, tehát hogy ezáltal megvan a közönség találkozó jellege, organikusan meg lenne az, hogy akkor a követő beregisztrál és használja az applikációt. Én így képzelem el az együttműködést, és várom kérdéseket. Nagy. Ó, hát na. Figyelj, na itt sok volt a konkrétum. Olyan profint voltál. Igen? Én nagyon. Szerintem össze-vissza beszéltem, vagy nem tudom, de nyilván most ez nagyon rossz élmény volt nekem ezt visszahallgat, mert nem szeretem, de, de jó. Az a saját választásod volt, hogy csak a tableten ilyen notepaden írd össze? Beszélhetünk erről.
Igazából ezt most szerintem elmondhatom, ez egy szerkesztői döntés volt. Tehát én készültem egy prezivel, ment egy prezi prezentációval, ahol animációkkal végigmentünk volna az egészen, csak az egyik szerkesztő kiszúrta a tableten, hogy én egyébként magamnak írtam ilyen kézzel írt jegyzeteket, mert egyébként ezt én szoktam csinálni, tehát hogyha a videószöveget írok, vagy akármi, ezt mindig kézzel írom le, mert jobban megmarad. És akkor mondta, hogy ez tök jó, akkor mutassuk ezt. És nyilván nekem egy kicsit olyan, tehát hogy én a prezire készültem, és ebből a szempontból kicsit ijesztő volt, hogy akkor most csak a kézzel írt jegyzetem van ott. Uh-huh. De végül is így le tudtam hozni. Tehát, hogy uh-huh. Mert ettől szerintem sokkal ilyen lezserebbnek, vagy lazábbnak tűnt ilyen, kicsit leszaromabbnak. De nem rossz értelemben, uh-huh. hanem inkább abban az értelemben, hogy ennél nem itt a flashy szlájdokkal akarlak lenyűgözni, hanem itt van egy konkrét ötlet, itt van pár konkrét példa kidolgozásra, és ez így belefért az időbe, tessék, akkor beszélgessünk róla. Szóval ez így meggyőző volt. Igen, meg ez közelebb áll egyébként hozzám, csak nyilván szerettem volna azt, hogyha ez egy prezentáció, meg sejtettem, hogy a többiek mivel fognak készülni, akkor nekem is legyen prezentációm, mert mint az, hogy nem tudom, ha elmész egy eseményre, akkor kiöltözöl, pedig heróton van az öltönytől is gyűlölöm, de kiöltözöm, mert tudom, hogy ez kívánja meg az esemény. Tehát, hogy ezért erőltettem volna a prezit. Uh-huh. Hát de nagyon jó, hogy végül így adtad elő, szerintem nagyon-nagyon azonos volt, meg nekem nagyon tetszik a kézírásod, úgyhogy ez így tök okés. Köszönöm. Szerinted más lett volna a hatása, hogyha a prezit hozod ide, mint a jegyzetet? Hát struktúráltabb lett volna szerintem, tehát hogy ott valahogy jobban, tehát ott tényleg kulcsszavak lettek volna felírva, amik szerintem jobban vezették volna, mert a jegyzetben nem ezek a kulcsszavak voltak leírva. De igazából, hát nem tudom, működött talán, vagy fene se tudja. Na, akkor érzik a zsűrit. Nagyon jó, és nagyon tetszik, hogy egy kicsit tovább gondoltad, már az ügyfélnél is tovább gondoltad a saját applikációját. Ez nagyon nagy, szerintem ez nagyon menő. Mesélj egy kicsit többet még, hogy konkrétan milyen videókra gondolsz, milyen formátumokat használnál. Hetente tudnék egy ilyen videót készíteni, szerintem nem is telíteni túl a platformot, mert jelenleg két naponta töltök fel videót. Tehát ott szerintem bőven elférne ilyen napi vlog jelleg. A sok olyan kevés videókat, amiket ő csinálsz, két naponta teszel föl? Igen, de hogy? De hogy nekem pont... Ez milyen pont abban? Hogy? Igen. Pont a Ton mondja, akinek iszonyat idő lehet megcsinálni egy videót. Ez nekem végig egy ilyen konstans frusztrációm, hogy de baszik, te dolgozol a legtöbbet a videóiddal, kb. Mindenki közül, akit megjelent, és nagyon meg vagy így lepődve, hogy a Simon Peti pedig nem tudom, sliderre, vagy mivel dolgozol, vagy csak szimplán egy statívon? Ja, csak statívon van. Tehát, hogy ugye főleg a kávés videóknál ott van egy beállított szett, ami teljesen fix. Tehát oda csak tényleg be kell raknom a poharat, és utána ki kell találni a stílust igazából. Néha, hogyha van kedvem, akkor elszórakozgatok After Effects-be, hogy egy-két mozgás vagy animációt belerakjak, de mindig statívon van a kamera. Uh-huh. Szerinted ez a nehezebb vagy a nagyon intenzív hát, vágás? Nehéz ügy. Szerintem mindkettő nehéz, és most nem azért mondom el, hogy ilyen diplomatikus akarok lenni, csak intenzívnek is lenni is nehéz, de az én esetemben meg tényleg az nehéz, hogy egy lassú videóval hogy tudod ott tartani a nézőt. Igen. Mert azért ez nincs agyonvágva, meg én inkább a hangulatra próbálok rámenni. Igen, nem az ingerre, hogy mindig, minden másodpercben történjen valami. Én azt szeretném, hogyha a néző megáll egy videómnál, akkor tényleg megálljon. Tehát, hogy és talán, mert azért a TikTokozás, meg nem tudom, a közösségi média görgetése az iszonyat nagy feszültséget okoz az emberben. Tehát, hogy magamon is érzem, be is állítottam a fél órás korlátot így Instára, meg TikTokra, mert éreztem ezt a feszültséget, és talán, hogyha ha egy ilyen lassú videót bedob az embereknek a TikTok, és mondjuk tényleg megáll, és egy picit elgondolkodik, vagy tudom ezzel oldani a feszültségét, akkor talán nyert ügyem van, vagy hogy így akkor mindketten nyertünk, mert ő végignézte a videómat, én meg egy kicsit lassítottam rajta. És ez most nem egy ilyen, nem tudom, nem ilyen, nem akarok átmenni buthába, csak tényleg nagyon zavar ez a sebessége, hogy minden halad, és hogy nem lehet szünetet tartani.
tartani. És volt egy olyan videóm, ami úgy indult, hogy hallgattam, hogy esik az eső, és forró csokiról készítettem videót, és akkor valaki írta, hogy nem tudom, hogy Z-generációs szünet, vagy van valami kifejezés, vagy Y-pose, vagy nem tudom, valami ilyen kifejezést használtam, amit nem is ismertem, azért, mert 2 másodpercig nem szólaltam meg a videó elején. És akkor ez már egy lefagyás volt, még csak az esőt hallgattam. Annyira durva. Hát igen. Emiatt szánom bárom egyébként a múltkori videót, mert ott ugye nem volt idő nekem, azért egy 2-3 óra persze kell a videóhoz, úgyhogy hallottam a technikai megjegyzést. Ugye ott az ennyire volt időm, mert egy lövésem volt a rendernél, és persze, teljesen megértem. Ez abszolút ilyen napi vlog jelleg lenne, plusz benne van ez a meglepetés faktor is, mert én akkor ezt tényleg, hogy is mondjam, reelbe csinálnám meg. De egyébként most egy így tanács a Telekom felé, ezt akár be is lehetne építeni az applikációba, hogy akkor meglepi. Péntek este van, yes. Szeretnék 8-kor elmenni valahová, lássuk, mit dob a gép. Hogyha ebből sikerülne kihívást csinálni, meg az emberek használják a hashtaget, akkor tényleg megindulna az organikus tartalomkészítés. Én viszonylag új vagyok a TikTokon, tehát egy éve csinálok oda videókat. Nekem ez még egy kísérlet. Egyébként nyilván a TikTok a legerősebb felület, de pont itt a kajakos videónál látszik, hogy az Insta az messze lehagyta lementésben is, illetve megtekintésben is a TikTokot. Tehát, hogy... Ez mikor volt, bocsánat? Kajakos videó? Hát nyár végén. Tehát, ebben az évben? Igen. Okay. Nekem nagyon tetszik az egész, amit felvázoltál. Az egyetlen dolog, ahol szerintem egy picit férzik a dolog. 2017-8-ban, amikor én elkezdtem ezt az egész social media dolgot, az összes márkának a mániaja volt ez a csináljunk egy kihívást, csináljunk egy challenge-et, és soha, de soha nem működtek. Az az igazság, hogy itthon Magyarországon szerintem ez a hashtagelt ilyen kihívás kultúra, ez nem úgy pörög, mint az USA-ban. Gyakorlatilag Tóth Gabi Hidegen fújnak a Szelek című trendjén kívül soha nem láttam még olyat, hogy tényleg egy ilyen community összefogtunk volna, és elkezdtünk volna posztolni, akár egy hashtag alá. Hát, én mondjuk úgy szállnék ezzel szembe, hogy ez igazából lehet, hogy nem lett eléggé kipróbálva, vagy nem lett elég sokáig tova, hanem csak annyi, hogy volt a Brennek tényleg egy 3 hónapos kampányidőszaka, amikor odatolt valamit, és akkor kész. De egyébként meg vannak olyan mondatok, amik megmaradnak az ember fejében. Például a MediaMarktnak volt ez a hülye azért nem vagyok, stb. És ezt nem mondanám, hogy ezek nem működtek, vagy akár hashtagként nem működtek, mert van olyan, amit az ember igenis megjegyez. Nyilván egy Telekomnak, az applikációjának a mini kampánya, az nem lesz olyan átfogó, főleg, hogyha egy felhasználó készít erre anyagokat, és lehet, hogy akkor ő ezt gondolta ebbe bele, de hogy úgy általánosságban én nem tartanám annyira elhibázott ötletnek. Pistázd meg, tessék, mert akár mémet is lehet belőle csinálni. Csak nyilván, ahogy te hozzáálltál, az valószínűleg nem ez a, hogy most akkor valami óriási mémet kreálunk ezzel, hanem inkább ez az ilyen jóindulatú, ilyen pozitív, családbarát megoldás, ami lehet, hogy pont a tonnak, az nem egy erős inger. Meg nehéz volt kifejteni, hogy én mit láttam ebbe. Tehát, hogy tényleg az, hogy van egy olyan hashtag, amit még soha nem használt senki, úgyhogy benne van a márka neve, az tök sok potenciált rejt, mert tényleg egy csomag alá lehet fogni ezt az egészet, a másik meg az, hogy lehet, hogy tényleg ez ad valakinek egy ilyen, hogy is mondjam, ötletet arra, hogy akkor ő is tudja, hogy egy üres hashtag alá listázva lesznek majd az ő videó is. Mert egyébként lehet, hogy itt is majd elmondom, hogy sokan akarnak egyébként tartalmat gyártani, csak fogalmuk sincs, hogy miről, és emiatt működik a TikToknak ez a táncikálós vagy nem tudom, vagy, tehát emiatt működnek a TikTok trendek, mert az, akinek fingja nincs, hogy miről videózzon, az megcsinál egy trendet. És igen, akkor igazából igen. Nyilván nehéz, mert tehát nehéz mémeket gyártani, meg trendet csinálni, de hát meg kell próbálni, meg kell nézni, hogy működik-e. Uh-huh. Ja, hát igen, meg a másik talán, hogy maga a megoldás az elég ilyen biztonságos, tehát ugye nem ez a, most akkor robbantsunk valami óriásit, és lehet, hogy a Lalában meg azt látják, hogy na, maga ez a karakter robbanhat nagyot, és teljesen mindegy, hogy mit mond, ha csak igazából ezt a mémet így lehet így kézzelfoghatóan így lekreálni, akkor már ez önmagában nagy hangot ad az egésznek. Szóval
ilyesmi szempont lehetett náluk. Nem ugye kiderül. Én szeretek kísérletezni a tartalmakkal, és folyamatosan egy hónapról hónapra mindig behozok valami újat, amiből sorozatot csinálok. Mm. És igazából ez is így indulhatna, hogy meg lenne már a hashtag az első videónál is, de ez még nem lenne kimondva, hogy akkor csináljátok ti is ezt. Én csak azt nem tudom elképzelni, hogy emberek elkezdik használni konkrétan ezt a hashtaget, és videókat feltölteni alá. Mémet csinálni direktben nem lehet. Nem tehát, hogy az vagy sikerül, vagy nem. Ugye ez olyan, hogy ezt ki kell próbálni, de... De a lalából igen. Szerintem tökre használnák a heti spotszot. Szerintem. Ez tényleg ilyen, hogy ki kell próbálni, meg kell nézni. Tehát, hogy ez a kajakos videó is olyan volt, hogy így a fene se gondolta volna. Tehát, hogy tényleg elmentünk kajakozni, és igazából elmondtam azt, hogy amúgy nem tudom, tudtátok-e, de a rómain 5000 forintért lehet két főre kajakot bérelni, és egy napra elvihetitek oda, ahová akarjátok. Hát... Érted, 5000 forintból mit tudsz csinálni Budapesten, ez meg egy egész napos program, meg felevezel Szentendrére, meg nem tudom, tök sok lehetőség van. És működött, tehát, hogy nem tudom. Itt közben rendben, megnézzük, amit írt Bálint, ugye jól emlékszem, kommentben a videó alá, és hogy arra majd reflektáljunk. Mindenképp persze. Mm. Én azt gondolom, hogy most a te hashtagen itt elmegy a beszélgetés, de azért nem ez volt a fő ötlet itt. Szerintem több... Persze. Jaj, basszus. Ó, Istenem. Szerintem több faktora is van, ami miatt ez működőképes lehet. Nagyon sok ember van a TikTokon, aki nagyon szeretne tartalmat csinálni, de fogalma sincs, hogy mit csinálni, és emiatt csinál ilyen olyan kihívás videókat. Csak egy spontán sorozat, amit csinálsz, és raksz alá egy gyűjtő hashtaget, ezáltal valaki rákattintott, meglátja ugye az összes videódat, és meg vissza tud menni rá. Ugye a hashtag az most amiatt érdekes. Csak lehet, hogy ez a szóijesztő pont emiatt, hogy... Igen, ez most igazából ilyen projektnév, de én is kerülném ezt, mert a kihívásnál már érzik azt az emberek, hogy hú, ez most valami akar lenni. Yeah. Oh, de... abszolút. Sokkal érdekesebb, hogy azt mondtad, hogy alapvetően a kajakos vlogos téma lenne a minta. Van esetleg a fejedben még formátum, amit ki lehet használni ez az együttműködés alatt? Egyébként ezt a múltkori videóban is láttátok, hogy ez elég erősen reklámszagú lett. Én nagyon szeretem. Tehát, hogy szeretem ezeket nyíltan kommunikálni, és egyébként én azt veszem észre, hogy ez működik nálam, hogyha konkrétan egy reklámot forgatok le. De ennek a reklámnak jó szaga volt. Tehát, hogy ezt jó tenni, szaga volt. Egyetlen jó volt egy reklám, de én mondtam ez az életérzés, ez szerintem egy tök jó szó volt. Újra nézném ezt a reklámot, igen. Mi az átlag megtekintés, amit mondjuk tudsz hozni és biztosítani a márkának? A nagy átlag szerintem, hogyha a kávés videókat nézzük, akkor a 80-100 ezer megtekintés per videó azt szoktam hozni. Van, ami lass vagy kevesebbet teljesít, de egyébként az úgy az átlagom. Szerintem már ismerős annyira a hangom meg az arcom a nézőknek, hogyha hazaindul egy videó, akkor már ott tudom őket tartani. Aha. Tehát, hogy nekem ez egy erősségem, hogy viszonylag egyedi hangom van, és egyébként valaki nagyon utálja. Tehát micsoda pitch itt. Itt beindult a pitchelés, nagyon pedig. Sokszor hallom kommentet, hogy minden utálom, meg vegyél be egy toroktukorkát, vagy valami, meg időnként rá is játszom direkt, tehát hogy vannak olyan videók, ahol direkt inkább erősítek. Inkább megosztó, mint simulj bele a tömegbe, én azt mondom. De ha az emberek nem írnak semmit, az a legrosszabb, és ha csak jót írnak, én azt veszem észre, hogy akkor is rosszul csinálsz valamit. Kivéve, hogyha gyerekeknek gyártasz tartalmat. Mert ott minden komment az lesz, hogy te vagy a legjobb vidis. Viszont amire most nem látok rá, az, hogy egyébként picit lazább a kapcsolatod így a követőtáboroddal, és itt a közlés mellett a bevonás az alapján, amit koncepcionálisan hoztál, egy elképesztően fontos pillér. Erre hogy tekintesz? Egy-két. Ez amúgy jó gondolat, mert érdekes. Lehet úgymond a kontraszt. Dolgot kifotóztam, ez például a TikToknak az elmúlt 7 napja. Most itt az látszik, hogy 209 ezer egyéni néző volt, ami sok. Tehát, hogy egy ekkor országban sok, és látom ezt a változást, hogy mit jelent az, hogy ennyi egyéni néző van, és egyre több ember ismer meg az utcán. Tehát, hogy amikor barátnőmmel sétálunk, akkor is én általában ugye felvettem ezt a youtuber szokást, hogy nem nézek senkire, hanem mindig kinézek egy pontot, hogy a földet nézem, hogyha az utcán sétálok. Emiatt egy ismerősök már így gyakran elsétálok, és azt hiszik, hogy bunkó vagyok, de nem, csak a szemkontaktus teremtesz, akkor az veszélyes, mert akkor bátorít az dolgokra embereket. És mennyi a kommenteknek az átlagos száma? Hát a TikTok nagyon gyorsan leszoktat arról, hogy kommenteket olvas, sajnos. És meglepődnétek, hogy mennyire megosztó az a dolog, hogy az ember hogy fogyasztja a kávéját. Szerintem valaki nem lepődünk meg az ember. Bocsánat, muszáj megtudnom, itt különböző kávé bandák vannak, akik máshogy isszák a kávét, és ezen vesznek össze, igazából... vagy csak ne igyább
kávét meg. Nem, van egy banda, aki nagyon, nagyon erőteljesen szokta ellenezni a videókat. Ők azok, akik a kátrányra égett kávét isszák a kotyogósból, és hogyha bármit akarsz ezen változtatni, akkor ők azt mondják, hogy... Puritánok. Igen, ez számomra kedves téma. Én ugyanis életemben nem ittam még kávét. És nem nagyon tartozik az én brendemhez. Sőt, inkább... Ja, de vagy mondjam, nálunk ez egy ilyen kicsit ilyen belső vicc ez, hogy én meg a kávé. Én amikor meglátok egy kávés videót, akkor így nem azért akarok kimenni a világból, mert kávé, hanem mert annyira ugyanolyan az összes számomra. Lehet, hogy mondjuk pont a tiéd nem, de őszinte szóval nem annyira találkoztam vele. Török Ábelnél, amikor megindul vagy a Kisiminél a kotyogós, akkor így, most ezt megint végig kell néznem, ezt a sok vágóképet a kávécsinálásról, nem érdekel. És itt mondom, itt nem a kávé a lényeg benne, hanem egy annyira olyan, hogy jaj, hétfő van. Tudod, kb. Azt az érzetet váltja ki belőlem, hogy ezt így mindenki szereti, vagy ezt így mindenki szokta, és nem nagyon lehet másféleképpen tálalni. De lehet, hogy te pont így csinálod. Hát figyelj, tehát hogy pont ezt veszik zokon, hogy nem tudom. Például a felkapott videó volt az, hogy csináltam hideg csepegtetett kávét, ami másfél óra alatt készül el. És tudod, tehát eleve utána berakod a hűtőbe, meg el tudod fogyasztani, de mi volt a leggyakoribb komment, hogy persze, hogy reggel másfél órával korábban kellek, és mondom, nem erről szól. Ne akarj. Értem, hogy ki az, aki... Én például reggel ritkán kávézom. Tehát, hogy nekem inkább ez a kora délutáni kikapcsolódás, hogy akkor tartok egy szünetet, és készítek egy kávét negyed óra alatt. Tehát, hogy... De azért az megvan, amit mondtam, hogy szinte az összes ilyen daily vlog, vagy nem tudom, hogy akkor így kezdődik a nap. Persze, felkelek, kávé. Igen. Ja. Szóval nekem ez egy ilyen... Feltöltöd Insta story-ba a latte ártot. Igen. Ja, hát itt a műsorban is látszik, ezt még el akartam mondani, hogy mesterien értek ahhoz, hogyha feltesznek egy kérdést, akkor ne arra válaszoljak. Úgy, igen, hogy... ez így most itt pont olyan volt. Kicsit így eltelelted. Ja, lehet ezt mondani. Nyilván a kutyogós megint egy érzékeny téma, mert ha nem úgy... Az igen, és itt is megint reagáltak a... És amikor a nagymamám, akkor rosszul csinálott. Válaszolva a kérdésedre, igen. Hát átlagban ilyen 40-50 hozzászólás azért szokott lenni. Nagyon ritkán válaszolok egyébként, tehát ha konkrét kérdés van, akkor azért próbálok segíteni, de inkább kívül maradok. És egyébként, ha egy videó megszaladott, hát ott, tehát van olyan videóm, ahol 1000 fölötti a hozzászólás mennyiség. Nekem tetszett, hogy ilyen sorozatban gondolkozol, szerintem ez meg tudja mozgatni az embereket, és be tudod őket vonni azzal, hogy minden héten mondjuk várják a újabb és újabb videódat, és nekem azzal sincsen gondom, hogy mondjuk a TikTok videót átosztod akár Instagramra, vagy YouTube Shortsra, sőt, bejött egy új felület is, amit eddig ugye nem hallottunk, úgyhogy én ennek külön örülök. Szerintem mennyiségben is szuper, amit hoztál, hogy heti egy tartalom, úgyhogy köszönjük szépen, nekem nincs több kérdésem. Jó, én is köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Arról nem beszéltünk, hogy oké, heti egy tartalom, de hogy érted, hogy végig a 3 hónap alatt, tehát mennyiséget nem kérdeztek. Uh-huh. De mindegy, most hogy is... De az úgy 12, igen. Igen, de lehet, hogy nem 12 tartalom lett volna, vagy nem tudom, ezt ki kellett volna találni. Meg ugye én meg, tehát hogy behoztam ezt az offline dolgot is. Uh-huh. Ez nyilván túlmutat az azon az 1 milliós kereten, amit megadtak. Bőven. De amúgy szerintem működne az a vicc, tehát hogy... Uh-huh. Hogy én komolyan hiszem azt, hogyha a sportba berakunk egy ilyen kávés eseményt, akkor ott szerintem sokan jönnének. Igen, csak lehet, hogy ugye ez inkább ilyen szubkultúra teremtő, vagy egy ilyen... Tehát, hogy lehet, hogy ez a sport nem kell, pont. Tudod? Tehát, hogy hát, lehet azon belül próbálni, de hogy mindegy. Igen, mert... nyilván meg lehetne ezt anélkül is csinálni, csak ugye itt most hát, kellett adott egy ez ötlet, a dolog. És én bedobtam ezt. Szóval. Én amikor először hallottam magát a koncepciót, hogy mi ez a Telekom Sports, és ugye elkezdtem nézni ezt a versenyt, akkor az volt a gondolatom, hogy miért egy influencert választanak ki, és miért nem próbálnak meg a Sports tartalmához különböző kategóriákba illeszkedő videósokat, tartalomgyártókat segíteni, hogy ezáltal ugye nyilván lenne kapacitásuk, feltételezem, hogy ne csak egy ilyen legyen, hanem hogy ugye
legyen egy szélesebb spektrum, és akár ezt egy ilyen csapatban is lehet kezelni, együtt külön is találkozók, blablabla, bla, bla, amivel úgymond erősítik a spot használók közösségét. Csak hát nyilván ilyen ötletet senki nem hozhatott. Az az alapvető koncepció, hogy ugye a kurátorok többsége, ők azért mind ilyen social médiás személyiségek, szóval Hédike, Miskovics, Marci, szóval mind olyan emberek, akik a legjobbak. Pluszba tudják ugye promózni. Úgyhogy én nem hallottam meg a Telekom Spotról. Ti hallottatok már? Azért mondom. Igen, az a lényeg, hogy az appon belül vannak úgynevezett kurátorok, tehát ismert személyek, és akkor ha rákattintasz a nevükre, akkor ők a nevük alatt megjelenik pár esemény, amit ők ajánlanak. Egyébként, amikor ezt mondtad, ezzel megmentettél, mert én ezt úgy akartam bedobni, hogy akkor töltsünk fel tartalomgyártókat is az oldalra, mint hogyha ez egy új ötlet lenne, és nem is tudtam, hogy van ez a funkció benne, és akkor mondtam az előadó, mert ugye egymás pitchét hallottuk, akkor mondtam, hogy jó, akkor igen, ezt nem adom elő úgy, mint hogyha az én ötletem lenne. Igen, igen. És akkor ez azt jelenti, hogy azok a kurátorok, azok a spotson kívül is kommunikálnak, tehát van egy rendszeres ilyen, nem tudom, videós, nem posztos. Tudok, fogalmam sincs, de lehet. Nem tudom, milyen megbízásuk van, de talán itt a Telekom Hu majd fog tudni nekünk válaszolni a kommentekben, gondolom. A spotot már belinkelték neked. Igen. Igen. Utána nézek mindenképp, hogy Miskovics Marci milyen programot ajánl nekem. Elnézést az iróniáért, de sajnos ez az én egyik nagy fegyverem. Jelenleg nincs, amit ajánl, most megnéztem neked. Uh-huh. Jó. Oké, mert hogyha ez a kettő egyszerre történik, akkor nyilván már alapból ott is kezdődött a dolog, hogy nyilván ti is, mint kurátorok megjelentek. És akkor, ha valaki belép az abba, akkor már egybe találkozhat veletek, és nem kell másra, hogy nem tudom, tehát ott jobban össze igen, lehet talán kapcsolni. Kérdés, hogy elég, mondjuk az én esetemben, hogy ez szerintem nincs akkora nevem, hogy ez számítson bárkinek, hogy én milyen programot akarok megnézni, tehát, hogy... Most hát tudod, csak te kívülről csinálod ugyanazt, mint amit belül lehet csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy te kívülről szervezed, ők meg ott belül. Ki tudja, hogy egy bot, ami csak mit tudom, minden héten frissíti, hogy mit ajánl a Hédinkkel, vagy ő bemegy oda, és akkor ezt kommunikálja Insta Story-ban, hogy ezen a héten ez a... Lehet, hogy van ilyen. Nem tudom. Úgyhogy nem is akarom mondani. Menjünk tovább. Akkor hogy döntenék? Hát meg ugye fontos itt meggondolni, hogy ez egy rövid együttműködés, tehát 3 hónapról igen, beszélünk. Igen. És ez a vérfrissítés, amit mondjuk a Peti adna a márkának, az nagyon jó lenne. Én is erre gondolok, hogy valami pont a kísérletezésre adna lehetőséget a márkának, hogy betesz egy a mostanitól teljesen más dolgot. Nagyon érdekes volt, hogy azt mondta, hogy nem nagyon reflektál a kérdésekre, vagy az állításokra, amiket mondjuk a nézőitől kap, illetve kerüli a szemkontaktust. Ez mennyire jó ilyen közönségépítés szinten? Ő egy művész. Egy introvert. Jaj. Oké. Hát ez egy érdekes szempont. Na, ezt most mondom először egyébként, mert fun fact, én tehát nem volt időm megnézni még a műsort, úgyhogy nekem is ez az első, hogy látom. Úgyhogy... Érdekes. És mit gondolsz erről az érvről, hogy mennyire lehet nagyon, jó közös? Hát, hogy is mondjam, amiatt, tehát most ez hogy mi a művészet, vagy mi nem, ezt, hogy is mondjam, nem az alkotó dönti el, nem is az emberek, hanem szerintem az idő. Úgyhogy emiatt nem szeretem annyira ezt a kifejezést, de most ha más mondja, akkor oké. Azt nagyon nem szeretem, hogyha valaki magára használja azt, hogy ő művész, mert ezt nem az alkotó dönti el, szerintem. Ennyi. Közben itt elmondta a Telekomos kolléga, hogy, igen, hogy nem csak nagyobb arcokkal dolgoznak, hanem kicsikkel. Igen, a kérdés arra vonatkozott, hogy az appon belül és kívül is egyszerre, vagy az appon belül kurátorok, ugye ezt hallottuk, de hogy a Miskovics Marci mondjuk milyen gyakran, milyen stratégiával kommunikál. Mert akkor igazából ez egy meglévő képlet, amit akár ti is megnézhetetek volna, így a két felvétel között, hogy akkor más mit csinál, mivel próbálkozott eddig a Telekom. Ezek szerint Enikő kezeli most a Telekomnak az oldalát. Jó, szuper, köszönjük. Na akkor most mehet a szemtől szembe felkérdezés, művész Simonfi Péter, vagy művésze Simonfi Péter?
Igen, indítsunk szavazást. Túl szerény vagy, Peti, persze, hogy az vagy. Hát, de ne, most tényleg nem, ez nem is mindegy, szóval... Az influencer szó amúgy az nem cringe-el betéged? Az nem, de nem. Tudom, hogy mást jelent, mint ahogy használjuk, de... Mert engem például a renter az nem zavar, tehát én abszolút imbrészelem, fel tudom használni, de nem gondolom komolyan, hogy én az lennék. Hát én egyébként a videós szót szeretem a legjobban, mert a vidis, a klasszik. Vidis, igen. Jó, szeretni kell, mivel nem olyan lesz a kapcsolata a közönségének, sosem, mint egy tradicionális tartalomgyártóban. Ő valószínűleg nem az, aki lepacsizik majd az utcán, hogy jaj, szia, gyere, ígyunk együtt egy kávét. Ezért kontrasztos szerintem a többiekkel, mert hogy nem biztos, hogy elmegy egy közönség találkozóra, vagy felrakja magát, hogy talizzunk, és akkor ott de órákon át beszélgetünk. Jó, igen. Csinál, és ez nagy dolog lehet, mert most fogja egyszer megcsinálni. Nekem is nagyon tetszett, hogy ő főzi a kávét, de ott mondta, hogy ő főzi a kávét. Szóval a pult mögött van, és a kávét főzi, és nem velük ül beszélget. Ajaj. Jön az én részem. Még kergetik a gondolatok. Bocsánat, csak itt átugrottam a túloldalra. Ki egymást a fejemben. Nehéz visszaemlékezni arra, hogy mi történt, mert... Nehéz. Mert nehéz visszaemlékezni, mert gyakorlatilag egy ilyen flow állapotba kerülsz, és most azon kattogok, hogy vajon mit hagytam ki. Gergőtől nagyon tartottam, de nagyon kedves volt, meg mindenki nagyon kedves volt. Tényleg remélem, hogy sikerült átadni azt, ami a fejemben volt. Úgyhogy, hát várjuk az eredményt. Ugye ez amiatt volt nehéz, mert ez tényleg közvetlenül a pitch után volt. Ez a feladat, hogy akkor sétáljunk körbe és foglaljuk össze, és hát mit, hogy foglalod össze, tehát még tényleg tele van a fejed, meg azért megterhelő volt abból a szempontból, hogy tényleg rendesen izgultam. Tehát, hogy meg... Igen. Ráadásul ugye tehát az előző feladat, az a videókészítés, az meg még durvábban megterhelő volt számomra, tehát, hogy este hazamentem, és így, én nem tudom, tehát hogy azonnal bezuhantam az ágyba, és jobban elfáradtam, mint mondjuk egy reklámfilm rendezésnél, pedig az is így mentálisan kikészít. Tehát, hogy ez intenzív volt, mert tudod, izgultam amiatt, hogy akkor most ezt felveszik, hogy nem mondok hülyeséget, hogy mit forgatok, tehát, hogy nekem ez számított. Hello! Hányás a pulzus? Hát, most már visszament. Most lement 20 alá. Nem már! Mesélj! Hű, de kagyha szólt, én azt értem, hogy össze-vissza megy. Dehogy is! Zseniális volt a tábla, iszonyat jó volt. Igen. A kézírással, a tábla megoldással, a tartalmad is. Amúgy én nagyon nézném a heti spotcot, szóval, hogy kultúra, és nagyon szépen van megcsinálva, a te stílusodban van megcsinálva. Kérdés Enikő felét, hogy a brand image, mert azért annyira nem ismerem a Telekomnak a pontos guideline-jait. Miért nem? De ez jó volt az a visszaszúrás. Miért nem, Gergő? Te erre a feladatra jelentkeztél, vagy nem tudom, elfogadtad. Felkérdés, neked igenis tisztában kéne lenned azzal, hogy mit zsűrizel, mit akarunk itt most mutogatni. De nyilván ez ilyen viccesebb, igazából itt az Enikő oldotta fel. Jogos. Miközben megnézem fontos guideline-okat, a kérdés az, hogy ez a fajta vizuális minőség, ez mennyire van elől a listán? Igen, hogy melyik a fontosabb most jelen pillanatban mondjuk a közösség, vagy a látás? Igen, nekem is mindig ez a kérdés Petivel kapcsolatban, hogy mi ezeket szívesen át is osztjuk majd az ő tartalmait a saját csatornánkra, hogy ott mennyire tudja majd megállni így a helyét. Kérdés, hogy ez mennyire releváns, de ezt nagyon olcsón kapjátok ettől a gyerektől. Illetve én még mindig azt mondom, hogy inkább kevesebb, magasabb elérést generáló, jobban megfogó tartalom kéne nektek, mint több olyan kisebb, ami nem is hoz olyan jó megtekintés számot, meg egyszerűen nem ragadja meg annyira a nézőt. Szóval jobb itt a minőségre menni. Soha nem. Mondjuk ez egy ilyen egyértelmű képletnek hangzott, de mindegy. Nem mindegy, hogy ki teszi ki azt a sokat. Várnám el. Mert egy kulcsáradinánál egy poszt lesz 1 millió. Vagy 1 millió 5. Egy tartalomgyártótól, hogy most több száz, meg több ezer embert megmozgasson, tehát neki nem ez az elsődleges feladata ebben, plusz ő ebben nem is lenne komfortos. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy aki mondjuk szeretne vele találkozni, és ilyet még nem csinált, az most egy telekomos platform alatt tud találkozni vele, ami meg megint csak egy hozzáadott érték, úgyhogy ez is. Ez jó szempont, mert itt nyilván itt nem lehet utálni a márkát, hogyha azhoz közelebb ahhoz, akit egyébként alapból kedvelsz, vagy szimpatikus neked. Szóval ez egy
hogy mondjam, ez egy elég jó selling pontja konkrétan, amit úgymond te így beledolgoztál az ötletbe, de ettől függetlenül bármelyik kurátorral ugyanezt is meg lehet futtatni. Szóval, hogy ez egy feature lehetne. Itt azt kérdezi a Bálint a chattől, hogy titeket zavar egy brand megjelenés a műsorban, de azért van, mert támogatás márkák nélkül nem létezne, ez a tartalom se. Tehát mi erről viccelődtünk, meg beszélgettünk. Itt okosan van megoldva, de igazából ugye nem a műsor része. Tehát igazából kicsit a koncentrációdat így felbolygatja. Most ezt nem mondanám, hogy... Ez kicsit tévés, azért ez nem itt találták ezt ki. Tehát, hogyha megnézel egy vetélkedőt, ott is beúsznak néha ilyen kis reklámspotok. Igen, itt azzal vitték el, hogy konkrétan szinergizált az elhangzottakkal, és nem csak egy üzenet volt, hogy tessék, itt vásárolj, és akkor kész. És hogy ez, csak hogy kicsit nagy volt az a banner, de pont azért lehet, hogy látszódjon, feltűnjön. Hát tudták, hogy ilyen kicsibe fogjuk nézni a videót. Ja, igen. Múva részéről. Most, hogy mindenki elmondta, hogy mit tervezne, hogyan szeretne veletek dolgozni, így van benned valami kicsit kialakult kép, vagy hogy kiről mit gondolsz? Peti hoz egy minőségi tartalomgyártást, és ő tud egy ilyen sorozatot felépíteni, hogy amit tényleg várhatnak Mondjuk a Lalánál is. Valószínűleg az egy pörgős lenne, igen. Míg ez egy ilyen vlogos, hogy hát elmegy és ott Petinél, van. Hogy ott van egy short, tehát hogy azért igen. Van egy plusz social media, tud posztolni. Igen, ez még... Oké. Tehát ez most előny akkor? Hát, ugye amiatt érdekes, meg én is amiatt nem értek ezzel egyet, mert bárki tud azonnal csinálni egy YouTube persze. Csatornát. A shortsnál se az dönti, hogy hány feliratkozód van. Nem, egyáltalán nem. Tehát, hogy pont most így 2-3 000 feliratkozó csatornával több százres shortot lehetett csinálni. Uh-huh. Úgyhogy előtte nem is nagyon volt. Szóval igen, ez ugyanúgy működik. Amúgy lehet, hogy előny is, hogyha nem egy befutott csatorna pakolja ki, mert akkor egyből for you-ban van. Pontosan. Meg akkor még az algoritmus talán még nem is, tehát nem lát inaktív usereket igazából. Még igen, igen. Ugyanazért az árért. Ott van a Laluska, aki ezzel szemben sokkal nyersebb, sokkal máshogy áll a tartalomhoz, karakterekben gondolkodik, frissebb tartalomgyártó, feltörekvő, van benne kockázat, hogy mi mellé teszi le a voksát a márka. Illetve ugye ő említette, hogy grafikus, ami a kreátor csapatban is egyébként egy tök jó pluszpont lehet. Egy extra tudás. És akkor itt van az ingatlan duónk, a Ja, igen. Ja, tényleg. Ez vicces volt. Róluk, mintha meg is feledkeztük volna, itt a nagy analizálások között. Meg hozhatnának egy olyan váratlanságot ebbe az egészbe, amit az unortodox megközelítése egy üzenet átadásának. Igen. Egyébként hagyj jegyezzem meg, most nem azért, mert itt van a Bálint, de az előző részben nekem sokkal ilyen merevebb volt, vagy távolságtartóbb, vagy szakmaibb, vagy ilyen szigorúbb. Itt ebben a részben meg inkább ilyen megfigyelő, aki néha mond valamit, de akkor ilyen bölcset mond, és igazából kivéve egy dolgot, amit mondtam, de lehet arról vitatkozni, hogy amikor azt mondta, akkor érdemes volt azt hozzászólni, de olyan, mintha így guide-olná egy kicsit a zsűrit. Tudod, így nem akarná megmondani, hogy mi legyen, hanem felteszi a jó kérdéseket mindenkinek, hogy akkor ebből a szögből is vizsgáljuk. Ami jó. Viszont a nap végén az a célotok, hogy minél több ember használja az appot és vegyen részt a programokon. Szerinted ki az, aki több embert tudna megmozgatni? Szeretném nektek megköszönni azt a rengeteg energiát, amit beletettetek az elmúlt 2 meetingbe. Szerintem ez a feladatsor, ez abszolút alkalmas volt arra, hogy megmutassátok magatokat, illetve hogy hogyan képzelitek el ti ezt a kollaborációt a Telekommal. Gábor és Judit, szívem csücskei, teljes őszinteséggel. Eszméletlen, hogy milyen profin tudjátok abszolválni a Z-generáció hihetetlen gyors fogyasztását, és mennyire zseniálisan sok energiát tesztek abba, hogy ennyire up-to-date-ek tudjátok maradni. Volt 1-2 pont, ahol kérdőjelek ugrottak fel előttünk, picit néha azt érezzük, hogy még mindig ingatlan fókuszúbb a csatornátok, és... Erről szól a csatornájuk. Nem picit. Jó, bocs, de, mert azt mondták, hogy néha programajánlók, néha meg konkrét... Egyébként vannak, tehát, hogy én azóta nem is tudom, hogy bekövettem, de ment a csatornáikat, de biztos, hogy dobált be azóta a TikTok, és tényleg csinálnak programajánlót, amikor elmennek színházba, vagy egyébként ráálltok most erre, hogy elmennek különböző éttermekbe, és akkor... Mi a nevük amúgy magának a csatornának, bocsi? Gábor és Judit ingatlan talán. Igen. Ja, hogy benne van az ingatlan. Gábor, Alsó, igen, van igen, a Judit ingatlan, igen.
azt hiszem valami is. Vagy összeegyeztetni a Telekom Spotsnak az üzenetével, de ennek ellenére az biztos, hogy rengeteg potenciált látunk bennetek. Laluska, nálad is igazából láttunk egy ilyen kis hullámvonalat. Éreztük, hogy egy kicsit nem biztos, hogy az jött ki belőled, amit szerettél volna, vagy hogy teljesen olyan volt a tartalom, ami úgy 100%-ra elégedett vagy vele, viszont láttunk benned valamit, ami miatt azt éreztük, hogy neked még itt kell lenned, illetve szerintem tök jó volt, hogy még kiderült ez a grafikus vonulat nálad, mert ez is egy ilyen tök jó színes foltja volt még a tudástárunknak, amit rólad megkaptunk. Péterem, halálosan profi minden, amit csinálsz. Külön szeretném kiemelni az, hogy nem feltétlenül kiszolgálni akartad a briefet, hanem hozzátenni a saját gondolataidat és a saját ötleteidet. Ez egy nagyon bátor húzás, és ezt abszolút tarts meg, mert szerintem ez egy sikeres tartalomgyártónak elengedhetetlen. Ezek mellett kétségtelen, hogy fel kell készülnöd, hogy a jövőben kicsit jobban kell majd feszegetned a határaidat. Ott lesznek majd azok a kihívások, amikre talán még egyelőre nem számítasz, de amúgy szerintem ez... Na ezt a részét én nem nagyon értem. Kicsit hogy mire kell felkészülned. Uh-huh. Ez, nem tudom, ez kicsit ilyen horoszkópos volt nekem. Tehát, hogy ködös. Nem, hát nem volt konkrétum, tehát hogy... De felkészülök, Gergő, ígérem. Ez egy fantasztikus új út kezdete. Köszönöm szépen. És itt értünk el igazából az útnak a végéhez, a kollabor kapcsán. Ügynökségi oldalra jó magam, és tartom, hogy értő oldal. Hát igen. Hát valaminek az eleje, vagy valaminek a vége, az valami másnak az eleje. Arról a srácok folyamatosan inputoltak, de most a végső döntést Enikő fogja meghozni. Gábor és Judit és Gábor, tényleg példaértékű, amit csináltok. Viszont nekem a márka képviselőjeként elképesztő fontos nekem az, hogy szem előtt tartsam a tele... Látszott, hogy ez nehezen jött ki. Ilyen szerepben nem jó lenni. Ez kicsit az, amikor kirúgod a munkatársat, akik tök lelkes. Csak valahogy nem fér bele. Komszposztnak a céljait, célcsoport... Mármint nem tudom, mi fog történni, de én ezt hallom portját, bele. És emiatt most sajnos úgy döntöttünk, hogy nem fogunk veletek együttműködni a tavaszi időszakba, de megjegyezzük a neveiteket. És nagyon szépen köszönjük tényleg. Köszönjük szépen. Sziasztok! Már el is mennek. Ez érdekes. Mindjárt vége. Hát azt értem, csak hogy hát most ne csak meg akarják tudni, mi a vége. Szia, Peti. Peti és Laluska. Peti, veled kezdenék. Márkaként nekünk ez egy nagyon nagy biztonságot tud nyújtani, az, hogy te folyamatosan hétről hétre tudod ugyanazt a minőségi tartalmat hozni. Viszont ami nekünk kérdője volt, hogy mennyire tudod bevonni a követőidet, mennyire tudsz velük kapcsolatot teremteni, mennyire tudod őket aktivizálni, ami nekünk ugye nagyon fontos így a Telekom Sports együttműködés kapcsán. Laluska, te egy fiatal, feltörekvő, friss személyiség vagy, viszont az előző meetingen kicsit hibáztál, és emiatt csalódtunk is benned. Érdekes ezt a szót hallani, hogy hibáztál. Hát egy kicsit, ja... Éj, jó, Moncsi, köszönjük szépen a rédet, éppen itt már a végén járunk a Kollabor Telekom Sponsor Influencer verseny második részének megtekintésének a végén, együtt Fionfi Petivel és Lalával. Bocs, visszaadom a szót, csak köszi, sziasztok, rédelők. Itt ilyenek is vannak ám a Twitch-en. Ezt tudod, mit jelent? Ez az, amikor egy másik streamnek vége, akkor átkülteted a nézőidet egy általad választott streamre, és akkor... igazából nézhetik akkor azt. Akkor rédelnek egyet, és ilyenkor kell okosokat mondani, hogy ne menjenek el. Úgyhogy ne menjetek el, légy szíves. Kérlek, ne menjetek el, légy szíves. Maradjatok. Ezt tudunk tolni még fél órát. Na. Szóval, igen. Szóval reflektálj erre a hiba kifejezésre, szerinted ez hiba volt, vagy inkább csak nem volt az elvárásoknak megfelelő. Vagy ezzel nem hát tudom, hogy ez mi? Szerintem ne kössünk bele, mert szerintem Enikő is izgult, hogy mit mond, meg mit nem. Úgyhogy én ebben most nem tudok így megszólalni. Hát ugye, mert ugye így jutottál tovább, hogy nem tetszett nekik, amit ugye két óra alatt tudtál csinálni, de a pitchben meg ugye, amikor azt tetted bele, amit ők szerettek volna, akkor azzal javultak az esélyeid. Aha, mindegy, aha. Hát gondolom itt az volt a lényeg, hogy a YouTube nézők, akik nézik a videót, azok mindenkitől kapjanak
hideget, meleget, mármint bocsánat, a versenyzők, hogy ne legyen egyértelmű még, hogy ki lesz a győztes, és akkor a Petinek is mondtak csúnyát, neked is, és akkor majd kiderül, hogy ki kapja a díjat. Mert tényleg többet vártunk volna. Márkaként nekünk ez nagy kockázatot tud jelenteni, hogy nem biztos, hogy minden hétre tudnád ugyanazt a minőségi tartalmat hozni. Viszont mi egy olyan márka vagyunk, akik bevállalósak, és szeretjük a fiatalok kezébe adni az irányítást, és ugye nekem azt a szempontot is figyelembe kellett venni, hogy kivel tudok mondjuk a saját tartalomgyártó csapatunkban együtt dolgozni, és aki az 1 millió forint értékű együttműködést nyerte, és a tavaszi időszakban a Telekom Sports kampányon tud velünk. Hát itt már nagyon erősen itt predesztinálva érzem a dolgot. Együtt dolgozni, és esélyes arra, hogy a Craft Agency tartalomgyártó csapat nem kell tippelnem. Felvételt nyerhessen, az nem más, mint... Drr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 
Laluska. Gratulálunk! Hoppá! Jézusom! Na és akkor itt mondom el azt, hogy annyira szétszedett itt engem Enikő a végén, hogy én 110%-osan biztos voltam abba, hogy Peti fog itt nyerni, és én ezt lezártam magamba, így amikor mondta is Enikő, hogy ki nyeri meg, én így néztem Petire, igen, és akkor kimondják a nevemet, és azért reagáltam ennyire bénán, mert én így vártam, hogy kimondják a Peti nevét, viszont... Nem erre hát készítetted igen. fel magad. Ja. Nem, de szerintem ez egy ilyen taktikus dolog volt Enikőtől, mármint, hogy gondolom, úgy mondták neki, hogy így hogy kell az ilyen dolgokat így kibontani, igen. Aha. Ja. Peti, mit gondolsz? Hát ott elvan... Tehát elég sok tévéműsort láttam már ahhoz, hogy tudjam, hogy főleg egy ilyen véghajrában nem szoktak nagyon sok negatívumot mondani így a versenyzőkről. És tök érdekes, hogyha mégis mondanak, azt okkal teszik. Uh-huh. És egyébként, amikor elkezdték nálam sorolni, vagy Enikő elkezdte sorolni a negatívumokat, akkor azt hittem, hogy én fogom megnyerni. Uh-huh. Aztán akkor áttért Lalára, és akkor ott még nagyobb negatívumokat mondott, meg te nagyon lelettél a hordva, akkor meg éreztem már, hogy az ő neve lesz ott. Tehát, hogy igazából egy ilyen kis hullámvasút volt nekem ez az egész. Ja, uh-huh. De szerintem ez ilyen szerkesztői dolog. Persze, tehát show szempontjából ez jól működik, mert nem tudom, mert a nézőt is viszi jobbra-balra. Más kérdés, hogy tényleg ez már azért hozzászoktunk. Tehát, hogy főleg az X-faktornál érezhető ez nagyon, hogyha ott valakit nagyon-nagyon sorolják a hibáit, akkor ő tovább fog menni. Uh-huh. Hmm. Ja, ja. Érdekes kis pszichológia ez. Igen, Enikő is írja, hogy sok X-faktort nézett. Uh-huh. Itt kérdezik, hogy mire fogunk kérdezni milliót. Valószínűleg ilyen albérleti árak vagy ilyenekre, úgyhogy köszi a kérdés, de jó helyre fog menni. Az Budapesten 3 hónap, abból a kauciót ki tudod fizetni kb. Yeah! Nyilván itt most ez egy másik szempont. Azért az is valami, hogy egy ilyen kiválasztási procedúrát így láthattunk. Most az, hogy ennek ki volt a valódi nyertese, lehet egyébként, hogy pont az ingatlanosok, akik meg ezt egy ugródeszkaként könnyebben tudják használni, nyilván kicsiből könnyebb látványosabban egy valamivel többet összehozni. Te pedig majd akkor leszel, gondolom, kipróbálva keresztűzben, amikor elindul ez a kampány, és akkor ott be kell mutatni, hogy ez hogyan ér célba. És akkor gondolom nyilván erre majd elkezdesz készülni velük, vagy már is kezdtél? Hát már így konnektáltunk Enikővel, de még nem voltam benne a főhadiszálláson, de már így terve vannak a dolgok, szóval majd a Craft Agency-vel meetelek. Hát akkor gratulálunk így neked. Valahogy a képet meg kéne változtatnom kevés bénázással, nem tudom, hogy ez mennyire fog összejönni, hogy ugye ne csak ilyen pici belát. De még tart a videó. Ja, még van valami? Van 1 perc. Na jó, nézzük végig. Köszönöm szépen.
Nagyon ügyes vagy. Gratulálunk, nagyon ügyes vagy. Köszönöm. Be volt adva a hangunk, és picit izzad a tenyerem, be volt adva a hang, hát ez óriás. Mondtam, hogy nem muszáj. Bocsi, Gergő. Jó. Na hát akkor, ennyi a behind the scenes. Okay. Azért más. Jaj, új zsűritag, vagy új akkor szakértő? Akkor megint nem, tehát új márka. Akkor ja, tényleg ő középen él, bocsánat. Szárnap új márka, és 6 új kreátor érkezik a kollaborba. Márka, akinek ma segíteni... De új szakértő. ...fogunk, az nem más, mint az Instax. Menj, választhatok! Kinek, melyik a szimpi? Én ettől többet vártam egy picit. Az első videó katasztrofális volt, igen. És onnan így mentünk felfelé. De basszus, vicces volt, nem? Kiba ugrált az agyam, hogy jaj, nem, yeah. Reklám, ez egy vlog, ön reklám, jaj, most mi, ő a barátom, ez egy reklám. Ez a Márka hangja volt, nem? Hát, 10/10. Ugye? Komolyan? Ja, egész jó kis trailert csináltak a második fejezetnek. Én az arcok közül talán egy embert ismerek, vagy legalábbis így arcról láttam már. Ja, a versenyzők közül. Igen, szóval ez teljesen új lesz. Szóval akkor már megy tovább. Ez egy igazi gépezet, crash content. Ők nyomják itt ki magukból. Hát ez biztos egyébként egy nagy vállalkozás, szóval láttam, hogy mekkora stáb, akik dolgoznak ezen, szóval... Ezt meg tudom erősíteni, tehát igen. Nagyon sok operatőr, nagyon sok kamera, komoly technika, tehát hogy sok szerkesztő. Igen, viszont se Bálint, se Enikő, úgyhogy így már nem is érdemes nézni. Nem, sajnos. Nem ám, tehát... Nem, hát ez egy másik koncepció kidolgozása lesz. Igen, meg aki ezt a streamet látja most itt először, hogy most találkozott ezzel, érdemes megnézni amúgy az első epizódot, mert tényleg ott van az, hogy akkor hogyan dolgoztunk így élesben, meg hogyan csináltunk videókat, meg hogy indult az egész. De akik itt vannak már, lehet, hogy látták ezt, de ha nem, akkor én is reagáltam már rá, és igazából ott is van vélemény, de ti is nyilván szóljatok mindig hozzá. Ezt mondani se kell, mert itt azért végigmulattunk 3,5 órát, úgyhogy mindenféléről beszéltünk. Tényleg? Bizonyám. Szerintem ilyen hosszú streamet nem is nyomtam még ilyen beszélgetősből. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok. Ez egy ilyen spontán adhok dolog volt, de szerintem valami jó jött ki belőle, pláne úgy, hogy itt aztán mindenki megszólalt. Még egy dolgot ígértünk meg Válintnak, hogy reagálunk az ő kommentjére, ezt még tegyük meg, aztán adjő. Lövik a pizsit. Igen. A második résznél gondolom, vagy az elsőnél? Nem tudom, de szerintem a másodiknál. Jaj, mit láttok ti? Én most nem tudom, nincs megnyitva a stream. Második a videó végén. Igen. Azt tudom, már csak annyi, hogy nekem... Istenem, bázzanak. Át kell állítanom. Csak már jójózik a szemem, de meg lesz. Ez az? Igen, itt lesz. Sionfi Peti is már kommentelt. Igen. Ment az eredeti videó alá. Hát igen, azt fontosnak tartottam, mert azért Lalát elkezdték bántani a végeredmény miatt, és akkor azért... Ja, mert hogy neked kellett volna nyerned szerint. Igen, de... Vagy szerint. Na mindegy, igen. Aztán kicsit ott próbáltam rendet tenni, hogy Lala versenyző volt, tehát hogy igazából, hogy is mondjam, a végeredményhez semmi köze nem volt. Azon kívül, hogy a legjobb formáját hozta, tehát hogy... Ja, meg tényleg, tehát én komolyan mondom azt, hogy örülök a vég eredménynek, mert tehát, hogy tényleg én vannak együttműködéseim is, meg tényleg 10 éve csinálom már ezt az egészet, és tényleg támogassunk feltörekvőket, tehát hogy... Hát igen, hogyha ez volt a cél, akkor valószínűleg... Akkor egy nagy öreg vigyel. Én nem találom a kommentet, de akkor körülbeszéltjük így is a témát. Nyilván itt
én legalábbis én azt vallom, hogy nagyon ritkán érdemes kiindulni YouTube kommentekből, hogy valójában mit gondolnak az emberek, mert itt azért a 14 ezer megtekintés mellett 56 hozzászólás van, és én látom a diszlájkokat is addonnal, úgyhogy maga a műsor azért nem váltott ki haragot jellemzően. Legutóbbi kommentek között? Jó, hát akkor szűrjünk rá. Arra akkor közben, igen, le fogom védetni ezt a hashtaget. Tehát, hogy ez nyilvánvaló. Ja, jó, bemásolja, oké. Akkor lehet, hogy könnyebb lesz. Mert nyilván, aki ebbe belevág, az szokni fogja azt, hogy nem mindenkinek tetszik, és hát most nagyjából ezt lehet most megkapott piciben, de lehet később még nagyobban is. Lehet. Nagyon sokan félreértik Enikő döntését, itt nem arról van szó, hogy a Simon Fipeti teljesítmény alapján ne lenne teljesítmény alapján ne lenne szuper döntés, sőt, ez teljesen egyértelmű. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy a márka látva, amit ebben a fiatal tartalomgyártóban és egy veterán tartalomgyártóval szemben most neki szeretne lehetőséget adni, hogy kiderüljön, van-e ott valami, amire sokszor hivatkoztunk. Uh-huh. Lehet, hogy akkor az annyira nem jött át a műsorból a nézőknek, mert nem hiszem, hogy a Simon Fipeti követői azok ilyen fáklyákat cipelő vademberek, és mindenkit letámadnak. Nem. Tehát, hogy ezek nem az én követőim voltak, ők rendes emberek. Mindemellett azt is mondom, hogy Simon Fipetinek ez egy 3 hónapos együttműködés lett volna, ismétlen 100%-ban megérdemeltem, viszont Lalának ez egy lehetőség, kipróbálja magát egy ekkora márka oldalán, és indítsa a karrierjét, plusz tartom gyártóként, hogy grafikusként csatlakozon a Craft Agency-be, emellé tette a Voxát, Enikő és a Telekom. Hát kerek a történet. Itt ilyen nagyon sok szempontot felsoroltunk, ami miatt ez a műsor, ez mindenfélét kiválthat az emberekből, mert ugye be akar mutatni egy folyamatot, de sokszor azért úgy nem teljes a kép. Most nyilván az, hogy pitchelünk egy ötletet, vagy bemutatunk egy ötletet, az nem jelenti azt, hogy akkor onnantól kezdve minden simán működik, de az ötletek alapján, gondolom én, meg a karaktered alapján végül erre rád esett döntés. Úgyhogy igazából nem nagyon tudom, hogy ezt miért támadják. Mert hogyha az alapján, a minta videó alapján kellene választani, akkor én például az anya kivant választottam volna, mert ő tudta talán a legjobban megoldani azt a feladatot. De itt ugye nem is a feladatról van szó, hanem inkább a vízióról, vagy amit belelát a márka a választékba, és akkor onnantól kezdve ezért is mondtam neked, hogy maga a verseny része az nem lesz olyan, hogy mondjam, erőteljes. Tehát, hogy az nem valósul meg olyan élesen, nem láttam ezt az összetűzést. Ti is mind szerettétek egymást, a többi, bár lehet, hogy minden ilyen reality jellegű dologban így van. Ja, úgyhogy mi anya kivont is viszik tovább. Igen, tudom, csak hogy én ha a videó alapján választottam volna egy embert, akkor én abban láttam azt, hogy de nem ehhez alapján kellett választani, szóval ez most már mindegy. De mondjuk egy énekversenyen ott meg nyilván az alapján választasz, hogy mi a produkció. De itt meg nem a produkció számított, hanem egy más szempont volt. Hát itt Enikőnek kellett döntenie, és engem választott, úgyhogy én meg nagyon örülök neki egyébként. Most nem látszik az arcomon, de nagyon örülök neki. És köszönöm szépen a lehetőséget. Na, szóval köszi még egyszer mindent. Mi is köszönjük. Lehetek nagyon jók, meg ügyesek, meg okosak, meg vigyétek a ceteket. Ez a legfontosabb, és hogyha minden kötél szakad, jaj, most már nem látok semmit, akkor ne felejtjétek azt, hogy itt leszünk mindig veletek, mindig csináljuk a tartalmakat, és mindenki boldog lesz. Jó estek, jó éjszakát, sziasztok! Jó éjszakát!